Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a MAPLUB mai előadásán. Bárfi Géza történész, MTA doktor, akadémikus állít mellettem. Elolvasható, hogy miről fog ma beszélni, egy pár mondattal felvezetném. Ugye itt a kulisszák mögé is beavatom önöket, mert mindig szoktunk beszélgetni azért az előadóval ilyenkor egy pár percet előtte. És azért sok mindent meg lehet ilyenkor tudni, de hát az önéletrajza is elegendő információkat nyújt az előadóról. 94 óta az akadémián kutató, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóintézetének Történettudományi Intézetébe kutat, és egyébként pedig 2012 óta vezeti azt a lendület kutatócsoportot, ami a Szent Koronával foglalkozik. És hát a tudományos kutatásainak eredményeképpen 17 óta ez véglegesítésre került, jól mondom, ez a kutatócsoport. Úgyhogy ez azért egy nagyon nagy kiváltság tulajdonképpen, köszönhető annak a sok-sok felfedezésnek, amit ők ezek az éveken keresztül ebben a kutatócsoportban elvégeztek. Azt is el lehet róla mondani, ezt most mondta el, hogy nagyjából 3 évig élt Bécsben, de nem életvitelszerűen, hanem a levéltárnak rendszeres látogatója, onnan adatokat bányáz, folyamatosan a forrás vezéli az új kutatási irányait, különben pedig 16.-tól 18. századi magyar történelemmel foglalkozik különösen, de szereti azért a történelem közkeletű nézeteit egy picit feszegetni, bár ő azt mondta, hogy nem, hanem a forrás vezérlés úgy bukkan újabb és újabb felfedezésekre, ami miatt most itt vagyunk, a Szent Koronát vizsgálja, annak külföldi útjait, talán kiderül végre, és pontot tehetünk az ügy végére, hogy hogy is fertült el a kereszt a koronán, ezt majd ő elmondja, ha gondolja. 11 útja volt a koronának külföldre, oda-vissza, ezekről fogunk ma hallani. Még hadd mondjam már el, mert nagyon lenyűgöző volt az önéletrajzában, hogy 30 kötete van, mert álló kötete, különféle nyelveken, és hát 5000-nél több citációja. Azért, aki a citációkat tudja, az tudja, hogy ez mekkora hatalmas mennyiség. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. A miskolci közeg nem ismeretlen neki, hiába próbálta Rósz elnök úr felvilágosítani arról, hogy hogy jut el az állomástól idáig villamossal. Tulajdonképpen elég jól ismeri az akadémiai épületét, is számtalan konferencián vett részt, és 2 évig volt a bölcsészettudományi kar oktatója. Próbáljuk győzködni, hogy egy picikét jöjjön vissza, de bokros teendője ezt. De azért reméljük, hogy a jövőben, hát ha még vissza tudjuk Miskolcra is egy kicsit csábítani. Felkérem, hogy tartsa meg előadását, mindenkinek tartalmas estét kívánok, lehet utána majd kérdezősködni a professzor úrtól. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem Miskolcra, hiszen tényleg tanítottam itt 2 évig. Meg ebben a teremben is többször tartottam már előadást, és amúgy is a Szent Koronára mindenkinek hallani kell, nem csak nyugaton, nem csak keleten, nem csak Pozsonyban, mint néhány napja járhattam ott, hanem itt Miskolcon is. Ebből hoztam önöknek most egy csokrot. Valóban 2012 óta vezetem ezt a kutatócsoportot. 2017. december 31-ig nem is volt semmi probléma vele, ami Palkovics miniszter úr le nem állította a mi kutatócsoportunkat is, de most úgy tűnik, hogy újra megkapjuk a kutatási pénzeket. Küzdöttünk érte, még a miniszterelnök úrral is leveleztem önöknek, elmondhatom, nem teljesen eredménytelenül. Úgyhogy most újra működünk, és próbáljuk a kutatásokat folytatni, és remélem, hogy az előadás végére csettinteni fognak, hogy megéri a Szent Koronát kutatni, mert hogy lehet újat mondani a Szent Koronáról, erről szeretnék. Akkor most egy órával készültem, ha kibírják. Utána természetesen lehet kérdezni, de én is fogok kérdezni, mert én szeretem az interaktív előadást. Miről is lesz szó tehát a mai előadásban? Vagy ha elindul a... Hoppá, csak be kell kapcsolni, már megy is. Miről is lesz szó a mai előadásban? Ma én 6 témát választottam ki. Mikor keletkezett a Szent Korona legkorábbi részletes hiteles ábrázolása, aztán amit úgy is megkérdeznek, amit nem szoktam kiadni, mert az az első kérdés, mikor ferdült el a kereszt, pontosabban ferdülhetett el a kereszt, mert nem tudjuk azért 100%-osan. Mióta van az a magyar címer, amit használunk, és hol található erről a legkorábbi zászlónk. Aztán, hogy az érettségi tétel igaz-e, hogy ki a legitim magyar király, akit Székesfehérvár ott a Szent Koronával az esztergomi érsek, aki ezt mondja, hogy az érettségén már meg is bukott, ez ki fog derülni az előadásban, mert hogy nem csak Székesfehérvár voltak koronázások, ezt próbálom majd egy kicsit árnyalni,
És az utolsó könyvünk valóban karácsonyra a Szent Korona 11 hazai útjára, külföldi útjáról jelent meg, ezt fogom összegezni, és akkor megnézzük, hogy érdemes-e alapkutatásokkal foglalkozni, van-e bármiféle társadalmi haszna. Valóban egy interdisziplináris kutatócsoportot vezethetek 2012 óta az akadémiának köszönhetően, illetve a Jóistennek, hogy megkaptuk ezt a támogatást. Eredetileg 14 belső taggal alakultunk, most már 25-30 ember dolgozott a kutatócsoportban, mint láthatják akadémiai kutatóintézetekből, Nemzeti Múzeumban, Nemzeti Galériában, Eötvös Loránd Tudományi Egyetemről és szlovák intézményekből, mert hogy a kutatócsoport alapvetően korona 16-19. Századi történetével foglalkozik, tehát Szapolyi János 1526. novemberi székesfehérvári koronázásától egészen az utolsó magyar koronázásig 1916-ig vizsgáljuk a Szent Korona és annak főszereplései a koronázások történetét. Miért ezzel? Ugye azért, mert a korona keletkezéséről sokat írtak, rengeteg az elmélet, de valójában újat nagyon nehéz mondani, mert hogy nincsenek források, nincsenek képi ábrázolások, dokumentumok sincsenek, a tárgyból kell kitalálni a tárgynak a történetét. Ez ugye nehéz, mert ha a nagyapám Trabantjából kellene megírnom vagy apósom Warburgjából az elmúlt 30 év történetét, akkor különleges történeteket kreálhatnék, vagy akár az apósom koccanásainak történetét a Warburgjából. Ugye ezt csak azért mondom, hogy egy tárgy történetét, ha nincsenek dokumentumok, ábrázolások róla, akkor nagyon szabadon lehet értelmezni. Ezzel magyarázható, hogy a korona keletkezés történetére mennyi sok-sok elmélet van. Azzal az én kutatócsoportom nem foglalkozik, arra egy más kutatócsoport hivatott. Már csak azért is, mert mint elhangzott, én 16-18. Század kutatója vagyok, hogy egy középkorász kellene egy művészettörténész, ötvösökkel, fizikusokkal, mérnökökkel összefogva, az egy teljesen más csapat. És még egy dolog, itt az újságíró, hogy kérdezte, ma nem kutatható a korona, mert ugye a parlamentben állandó kiállítási tárgy, tehát nem is vizsgálható. Egyébként bizonyos szempontból érthető, mert akkor minden nap más kutatócsoport venné vizsgálat alá, én is. Megértem a miniszterelnök urat, és azt a politikusi csapatot, aki nem engedi, hogy minden nap kivegyék a tárgyból, ez egy túl értékes tárgy ahhoz. Tehát 16-tól a 20. századig foglalkozunk, nem fogom felolvasni, hogy hol végeztünk kutatásokat, mert láthatják, alapvetően levéltárakban, múzeumokban kutatunk, és a kutatási eredményekről előadásokban számolunk, de most itt Miskolcon is. Eddig megjelent 300 publikáció, 21 saját kiadványunk, majd a végéről erről beszélek, 12 nyelven, ami jól mutatja, hogy hazánkban is megy az érdeklődés határon túlon, de a világban is, kiállítások szervezésében is részt vettünk, és természetesen nemzetközi keretekben vizsgáljuk a korona és a koronázások történetét, és ami még fontos, hogy ez egy interdisziplináris csapat, bár egy történész vezeti, vannak köztem művészettörténészek, filológusok, pénztörténészek, tehát numizmatikusok, és sok-sok a bölcsészet tudománynak különböző képviselői, muzeológusokkal együttműködve is kutatjuk a korona és a koronázások történetét. Most ebből hoztam néhány olyan dolgot, ami a nagy közönséget és önöket is érdekelti, tehát a jéghegy csúcsát fogom most itt prezentálni. És akkor az első kérdés is, ez a különleges ábrázolás. 1978-ban sokan emlékeznek, hazatért a korona, megjelent a Korona 9 évszázadot című könyv, egy gyönyörű forráskötet, Katona Tamás kollégán azóta már elvont szerkesztésében. Abban ez az ábrázolás megjelent, azóta sem sokáig nem foglalkoztak vele. Az első kérdés, hogy mikor keletkezett ez az ábrázolás, is. Azt találtam ki, hogy aki a legközelebbit mondja, nem tippelhet mindenki, de mondjuk 3-4-5 tipp van, az mindig könyvnyereményt nyer. A témához kapcsolódott. Jó? Igen? Én úgy emlékszem, hogy lehet, hogy rosszul tudom, hogy második Mátyás uralkodás alatt 1620 körül. Jó, 1620 körül egy tipp. Lehet bátran. Egy könyvet egy tégen. Az így kevés, mert ugye egy konkrét számot kérek. 1550. 1620. Én még korábban tippelek 1450.
1450-1550, még egy tippet elfogadott. 1230. Mennyi? 1230. Jó, az 1550 az nagyon jó. Megnyerte az egykori nagydoktori disszertációmat, amelyet ez az ábrázolás díszít, itt középen, parancsoljon. És akkor most eljátszunk vele, nagyon közel volt, tehát jó, nagyon jó volt a tipp. De nem olyan egyszerű az ennek megfejtése, amikor Katona Tamásék könyvében megjelent, akkor az volt a felirata, hogy a magyar szemkoron ábrázolása a müncheni Fugger krónikából. Egy kép aláírás 1979-ben. 1979 óta senki nem nézte meg az eredeti képet, de írtak róla. Tehát lehet úgy kutatni, hogy nem látunk, nem megyek el a laborba, de közlöm a kutatási eredményt. Valójában ez a magyar koronára és a koronázás kutatásra nagyon gyakran jellemző. Ezzel magyarázható, hogy 1440-től 1555-ig mindenfélét kitalálták a keletkezés történetére, és mivel az volt a képirány aláírásból, hogy a Fugger krónikában van, akkor biztos volt a Fuggereknél. Ha nem volt nála, akkor nem volt náluk, akkor legalább beszereztek róla valami előképet, és az alapján rajzoltatták le. Pap Gábor, aki koronakutatással is foglalkozik, egész legendát gyártott. A Fuggereket nem szeretjük, mert bankárok, ugye? A magyar fukár szavunk ugye az ő nevükből ered, ha nem tudnám, de remélem sokan tudják. De egy dolgot legalább ezek a gonosz német bankárok tettek, lerajzoltatták a koronát. És egyes amatőr kutatók szerint a Szűz Mária képe is rajt van, mert az interneten úgy látszik. Mindenből szinte semmi sem igaz. Mert hogy nem érdemes interneten kutogatni. Vagy ha kutatunk az interneten, az alaptájékozódásra jó, de vigyázzunk az interneten való kutatással, mert az interneten lévő képet nézem meg, akár úgy is látszik, hogy Szűz Mária fogja a kisgyereket. De ha megnézem az eredeti képet, akkor szakállas Szűz Máriát ritkán szoktak ábrázolni. Tehát érdemes mindig vissza az eredeti forrásokhoz. Ugye míg a természettudós vissza a laborba, én kémikus családban származok, ennyit elmondhatok, ugye a természettudományokban nem lehet lablatyolni, ha használom ezt a csúnya kifejezést, ott adekvát eredmények vannak. A történettudományban egy képaláírásra is lehetett koncepciókat építeni, úgy, hogy soha nem nézte meg senki az eredeti forrás. És hát ha megnézzük, akkor jól látszik, hogy ez nem más, mint a Pantokrátor lemeznek egy gyönyörű ábrázolása. Hát mi megnéztük az eredeti forrást, és kiderült, hogy rossz volt a képaláírás. Nem egy Fugger krónikában van, hanem egy Habsburg családtörténetben az ábrázolás, amely ugyan a Fuggerek számára készült, Johann Jakob Fugger családi könyvtár számára egy hatalmas kódex, akkora, mint ez a fél asztal, ma Münchenben őrzik, egykor Augsburgban készült, de bármilyen furcsa, a német kutatás már 1926-ban tisztázta, hogy nem a Fuggerek a szerző, nem Johann Jakob Fugger a szerző. Tehát ha 1978-ban a magyar kutatás tisztában lett volna a nemzetközi eredményekkel, akkor tudta volna, hogy ez nem Johann Jakob Fugger a szerző, hanem egészen valaki más, de annyit a mentségükről, hogy 78-ban nehéz volt ugye a modern német szakirodalmat a kommunizmus idején beszerezni, tehát ezt azért hozzáteszem, ennyit a kollégáim mentségére. Ez egy Habsburg dinasztia történet, első Ferdinánd uralkodásai foglalja össze a dinasztia történetét. A kódexnek 10 másolata van, ebből az eredeti, az alappéldányt ma Münchenben őrzik. A legmeghatározóbb rész harmadik Frigyes és első Miksa uralkodása. Történeti forrásértéke a krónik ennek a dinasztia történetnek, tehát magyarul nem Fugger krónika, nem a Fuggerek család története, hanem a Habsburg dinasztia története, amely a Fuggerek számára készült. Majd erről még mindjárt mondanék szót, néhány szót, és ez azért érdekes számunkra, mert tele van csata tájképpel, mindenféle ábrázolással, és körülbelül 15 ezer címe van benne. És többek között a Mohácsi csata egyik legkorábbi ábrázolása is. Azért fontos számunkra a 15 ezer címe, mert egy olyan ember készítette ezt a Habsburg dinasztia történetet, aki nagyon érdeklődött a címerek iránt. Aki nagyon érdeklődik a címerek iránt, az érdeklődik a korona iránt is, mint hogy a mai magyar címet is a korona díszíti. Ez a Clemens Jäger egy augsburgi városi történetíró volt, itt olvashatják az életrajzát, egyébként autodidakta
Tehát mondhatnám fél dilettáns, aki cipészmesterből lett a cipész cég vezetője, majd pedig egy különleges esemény következett be az életében. 1541-ben, amikor Budát elfoglalták a törökök, őt kinevezték a városi tanács úgynevezett Rászdínerévé, és ami még fontosabb, városi herold. Tudják, mi az a herold? Igen? Hírnök. Így van, hírnök, vagy még inkább címerviselő, és aki a címert viseli, az címerekkel foglalkozik, a város címerével, és 1553-ban, 53 évesen, jaj, de örülnek, ha 53 évesen nyugdíjaznának, és a kutatásnak élhetnék csak, mert őt 53 évesen nyugdíjazták, és a városi vámot kapott, itt olvasható, hogy melyik vámnak a jövedelmével bízták meg, és ezután új foglalkozást talált ki magának, elkezdte megírni az augsburgi nagy patrícius családok családtörténeteit. A Fuggerekét, a Rémingerekét, a Weissekét, a Herwartokét, ugye ezek a nevek önöknek ma már szinte semmit nem mondanak, de ha azt mondanám, hogy MediaMark, Ocean, Lidl, tehát a korabeli Európa legjelentősebb nagyvállalatainak és vállalkozásainak az irányítói voltak ezek a családok, amelyeknek a hálózatai behálozták Európát, és ezek megiratták a saját családtörténeteiket. Itt van maga Clemens Jäger, Augsburg ma is élő, ma is ezt használja Augsburg városa, ezt a címet. Itt önmagát láthatjuk CJ monogramjával, éppen a Herwart családnak, egy augsburgi patrészus családnak az emlékkönyvében, vagy írenbukjában. És utána nem csak ezeknek a családoknak a történetével kezdett el foglalkozni, hanem Augsburg története összefügg a Habsburg történetével, elkezdte a Habsburg történetét kutatni, megírta a Habsburg család genealógiát, majd ezt a Habsburg pávát is elkészítette. Látta valaki ezt? Innsbruckban van, Ambrászi világ egyik legkorábbi gyűjteményben, az Ambrászi kastélyban van egy nagyon komoly gyűjtemény, amelyet még Tiroli Ferdinand alapított a 16. század második felében, és ez a Habsburg páva azokat az országokat mutatja be, amelyeket a Habsburgok birtokoltak, ugye itt a jól felismerhető magyar címer, vagy éppen a horvát címer, és még a sok-sok tartomány. Elkezdődött a Habsburgokkal foglalkozni, akkor természetesen belülközött a magyar történelembe is, és gyönyörű kézikönyveket készített. Természetesen ahhoz, hogy valamit felfedezünk, néha kutatói szerencsés kell. A kutatói szerencse azonban csak akkor ér az embert, ha szisztematikusan kutat. A szisztematikus kutatás pedig azt jelenti, hogy még egy mérnök vagy egy természettudós a laborba jár, a történész jár a könyvtárakat, levéltárakat. 2012 óta igyekszünk, mint láthatták, Európa levéltárait, könyvtárait szisztematikusan feltárni, és néhány évvel ezelőtt a Bécsi Nemzeti Könyvtár kézirattárában ez a néhány sor akadt a kezembe, és akkor fölkiállt a kutató, ahogy szokták mondani, örömében, mert nagyon különleges sorok tárultak elém. Ugye ez német bútbetűvel van írva, és most én magyarul fogom mondani, hol lehetséges a magyar korona portrészerű ábrázolásait az ő pajzséval, drágakövével és más ábrázolásaival megtalálni, ahogy Bonfini mondja. Magyarul valaki levelet írt Bécsbe és kereste a Szent Korona ábrázolását, és akkor érte a legnagyobb meglepetés, amikor az aláíró sikor ugyanaz a Clemens Jäger, aki a nagy Habsburg dinasztia történetet készítette és a családtörténeti munkákat. Ő kereste Bécsben a Szent Korona ábrázolását, ugye ez a Bécsi Nemzeti Könyvtárban maradt fönn ez a kérelme, és ráadásul olyan szerencsénk volt, hogy még odaírta ezt a vámosi tisztségét is, amit az előbb láthattunk, hogy 1553 közepe óta töltött be, megvan a rejtély, 1553 áprilisa és 1561 novembere között született a Szent Korona legkorábbi ábrázolása, mert annak a műnek a szerzője, akinek a Habsburg dinasztia történetében szerepel a koronábrázolás, a tisztségével és ezer levelével elárulta a korona keletkezésének történetét. Nem volt tehát előképe, nem kapta a Fuggerektől, nem kapta 5. Károlytól, hanem Bécsből szerezte be, és büszkén fölé is írta rá, hogy a Szent Magyar Korona igazi, hiteles, portrészerű a Konterfettum
régi német szó, ábrázolás, és valóban jól látható, hogy elég jól hasonlít a mai koronára, ha nem is teljesen tökéletesen, de Bécsből egy jó előképet kellett kapnia. Szerencséje volt, mert semmi sem garantálta, hogy megkapja a képet. Miért? Miért Bécsbe ír valaki kérelmet, hogy megszerezze a magyar korona ábrázolását? Miért Bécsbe ír? Igen? Mert már akkor nem létezett a idézőjelben a magyar kérdés, mert már akkor három része volt osztva. Oké. Jó, Pozsony volt a főváros. Így van, Pozsony a főváros, de az uralkodó Bécsben székel. Pontosan, nagyon jó a válasz. Tehát azért ért Bécsbe levelet, azért kereste Bécsbe a korona ábrázolását, mert a magyar király udvarához fordult. Mert hogy a magyar király udvarában próbálta beszerezni, nem tudhatta, hogy ott a korona, mert hol kellett volna őrizni a koronát? Nem jó? Nem jó? Nem Pozsony. Hol őrzik a késő középkorban a magyar királyi koronát? Szuper, Visegrádon. Visegrádon, ugye onnan lopják el 1440-ben Kottanner János még Wolfram Ilona, tehát késő középkorban Visegrádon őrzik a koronát. Visegrád azonban török felhatóság alá kerül, és talán az egész csillagokból is ismerik, hogy Buda elfoglalás után Izabella királyné Erdélybe viszi a koronát, ott 1551 nyarán, júliusában a gyulafehérvári szerződés értelmében átadják, és ezen a hosszú útvonalon, egyébként itt Miskolc közelében ekkor járt többek között a korona, ezen a hosszú útvonalon Bécsbe viszi. Nem tudhatta, hogy Bécsben van a korona, de odaírt, mert ott volt, ott székelt a magyar uralkodó. Nagy szerencséje volt, mert ha nincs ott a korona, akkor nincs meg a magyar korona legkorábbi hiteles ábrázolása, de ott volt a korona, a bécsi udvar történetírója, egy Lázius nevű történetíró, akitől megkapja a hiteles ábrázolást, Wolfgang Lázius, őt láthatjuk itt a képen, a bécsi udvar történetírója, itt pedig első Ferdinándot, akinek az udvarával van szó. Magyarul egy augsburgi történetíró, egy bécsi történetíróhoz fordul, hogy próbálja beszerezni neki a Szent Korona ábrázolását. Történészek szerepe a korona történetében a 16. század közepén, és szerencséje volt, mert Lázius el tudta érni, hogy lerajzolják a koronát, és azt is meg tudjuk mondani, azt is feltételezhetjük, arra is van feltételezésünk, hogy kirajzolhatta le a koronát, mert ez egy nagyon jó koronábrázolás, a lerajzoló pedig Hans Sebald Lautensa, és a tisztség neve, tisztsége ez volt, Antiquität Abgeschlossen, ez nem jelent más, régi német szó, ez azt jelenti, hogy régiség rajzoló. A régiségek portrészelő lerajzolója. Az volt a feladata, hogy a bécsi udvarban a régi érmeket, tárgyakat rajzolja le, aki ráadásul egy ötvös volt, egy Bambergből származó ötvös és rézmetsző, és azért raktam ide ezt a két portrét, mert ezeket a portrékat is ő készítette. Tehát a bécsi udvari történetírónak a portréját ugyanaz a Hans Sebald Lautensa készíti, aki Ferdinánd király portréját, azt valószínűsítjük, hogy ő rajzolhatta le a koronát, ezért olyan viszonylag precíz az ábrázolása. Tehát elkészül a Szent Korona hiteles ábrázolása magyarul. Ezt aztán publikáltuk magyarul, publikáltunk róla egy német könyvet, mert ennek van egy német kódex történeti érdekesség, és utána a későbbi kódexekbe bekerül, és ezeket a kódexeket a német és osztrák kutatás nem tudta sorba tenni, de a Szent Korona ábrázolásának köszönhetően mi sorba tettük. Tehát a magyar korona kutatása megfejtette egy kódex történeti rejtélyét a német-osztrák kutatásnak, de erről most nem beszélnék. Ami számunkra most fontos, hogy 1553 és 59 között keletkezik az ábrázolás, 55-56-ra szűkíthető le nagy valószínűség szerint Augsburgban, a Bécsben őrzött felségjelvényről készül, színes előkép alapján, annak bemásolásaként, és azért különleges, mert ugye arra a helyre helyezi be a történetbe, a Habsburg dinasztia történetbe a Clemens Jäger a szerző, amikor elmeséli, hogy hogyan szerezte vissza Hunyadi Mátyás harmadik Frigyestől a Szent Koronát 1463-ban, és utána hogyan koronázták meg
Székesfehérváron. Itt az utolsó szovjet rőnökre Vordentvát koronáztatott Székesfehérvárot. Ahhoz a helyhez illesztette be ezt a gyönyörű ábrázolást. Mi a tanulsága? Korona sohasem volt a Fuggereknél. Képaláírásra nem építünk elméletet. Interneten veszélyes a kutatás, és vissza az eredeti forrásokhoz, és ha visszamegyünk az eredeti forrásokhoz, akkor ilyen szép rejtélyeket lehet megfejteni, ami akár a nemzetközi kutatás számára is túl ajándékokkal szolgál. Mikor feldőltette a Szent Korona keresztjét? Megint lehet tippelni, és lehet könyvet nyerni az utolsó koronázásról megjelent könyvünket. Addig is van. Mikor jön a zárva? Mikor feldőltette a kereszt? Igen? Jól emlékszem, mert láttam a filmjét a Szent Koronáról. De ugye előnyben van, igen? Ha jól emlékszem, harmadik Ferdinánd. 1600-as évek. Jó, 1600-as évek. 50 körül. 1650, jó. Vagy 40. Most 50 vagy 40, nem mindegy. Semmi. 50-ben koronázták, akkor szerintem olyan 43. Jó, 43, igen. 1642. 1642. Mi volt ez? 1600? 43-42. Itt már évre tippelünk, jó? Még lehet néhány? 1701. Jó, az 1642 van a legközelebb. Akkor az úr nyerte, mert hogy 1638-ban feltételezhető megoldás. Nagyon örülök, hogy senki nem mondta a 12. századot, mert több előadást tartok, ahol nem figyelnek az elején, és a legkorábbi kép elmagyarázás után rögtön elmondják a 14.-15. századot, és mindenki figyelt, ugye, hogy 1555 után vagyunk, mert hogy az első koronaképen egyenes, 1618-ban a legkorábbi hátulnézeti képen is egyenes, 1625-ben harmadik Ferdinánd koronázásán is egyenes, 1613-ban Révai Péter koronatörténetében nyomtatottan is egyenes, és 1790-es években, amikor visszahozzák II. József kincstárából, akkor már Ferde, már a nyomtatott ábrázoláson is, és 1784-ben vitték ugye József kincstárába, akkor amikor elszállítják, akkor már leírják, hogy már egy kicsit eltolódott a kereszt. Magyarul 1625 és 1784 között kellett elfeldőlnie. Jelenleg egyetlen olyan eseményt ismerünk, amikor ez elfeldőlhetett. Igen, a filmünk, amiből hoztam néhány példát, mind a magyar, mind a nyolc nyelvű változatból, tehát akit érdekel, ugye ez itt a reklám helyben meg lehet vásárolni, filmünk is bemutatja ennek a történéseit. Harmadik Ferdinándnak volt egy több felesége is volt, az egyik feleségét 1638-ban koronázták Pozsonyban, és ekkor különleges baki történt a pozsonyi dómban, és azt feltételezzük, hogy ekkor feldőltette a Szent Korona keresztje. Ugye ez két dolgot kell rögtön kérdezhetnék, hogy miért kell a korona egy királyné koronázáshoz, tudja valaki? A Szent Korona. Nem mindig az úr mondja, mert másnak is együtt van. Igen? Melyik? Leszik? Királynő vállára. Királynő vagy királyné? Királyné. Jó, úgy jó. Ugye a királyné vállára, a királynőnek a fejére, ugye, mint Mária Terézia fejére, minden magyar királyné vállát érintik a Szent Koronával. Nem tudjuk teljesen pontosan, hogy mióta, 1563. szeptembere óta bizonyosan. Valószínű, egy késő középkori hagyományból van szó, de nincs rá a középkorból adatunk. De 1563. szeptemberében az első pozsonyi királyné koronázáskor már így történt. Valóban érintik a jobb vállát. Miért? Miért? Hát pontosan, mert minden férfi mellett ül egy nő. Vagy minden férfinak a támasza egy nő. Ugye? Feleségem mögött. Így van, minden sikeres férfi mögött áll egy hölgy, egy erős hölgy,
vagy sokféleképpen lehet megfogalmazni. Ennek a szimbolikus leképezése magyarul a férfi támasza a kormányzásban a feleség, a jobb vállát pedig azért érintik, mert a jobb mindig az előkelőbb, a jobb oldal az előkelőbb, és a jobb a ceremoniális gyakorlatban a jobb oldal. Így magyarázzák legalábbis a korabeliek is már, valószínű, hogy ez az interpretáció helyes. Ez azt jelenti viszont, hogy minden királyné koronázásra is előveszik a koronázási jelvényeket. A palástot nem használják, viszont a jogart és az országalmát is, mert azt is megkapja a királyné a kezeibe. És 1608-tól őrzik Pozsonyban a koronázási jelvényeket, miután visszatért Prágából II. Rudolf kincstárából, és tehát elő kell szedni, a koronaláda kulcsát azonban Bécsben őrzik 1608-tól, ez a gyakorlat alakult ki, és itt egy páratlan baki történt. Rossz kulcsot hoznak. És erről van egy szemtanunk, 1538. februárjában vagyunk, tehát egy Pálóczi Horváth György, egyébként Borsod vármegye gyakori követe, innen a régióból származik, ekkor éppen Bethlen Istvánnak a követe volt egyébként a magyar diétán. A sekrestébe bemenénk, ugye Pozsonyi Dom sekrestében vagyunk, ahol az korona volt ládástól, azonban Trautmannsdorf uram, a Habsburg Monarchia miniszterelnöke, a főudvarmester beülve egy skatuját hozza, kiben Egnián kulcs volt. Belül a skatuján az volt írva, hogy az magyarországi koronaládának kulcsa, de nem az volt. Tehát rossz kulcsot hoztak. Próbálgatták a ládát, nem tudták kinyitni, kikötötték, és felemelték nagy sok veszekedéssel, ugye régi szép magyar szó, azaz vesződtséggel a lakatosok a ládát felszagadták, leírják, hogy hány pánt volt rajta. Palatinus úrunk, ez nem más, mint Eszterházy Miklós, a híres nádor, kiveri a palástot, ugye koronázás palást, veres tafotával, tehát védve is volt, aztán a cipelős, a koronázási cipő, majd esetben még beszélünk róla, aztán Szent István király farosát, koronázási kar, aranyalma, egy kis bőrelszényben, szceptruma, joga, koronának az felső részről kell Palatinus úrunk fölvevé, tehát meg kinyitotta, alsó részéből soha semmiképpen Palatinus úrunk az koronát ki nem verti, hanem egy késkére, Zátány András, egy másik követ innen a régióból, de az késik oda, avval hasítál egy szériben egy darabot, nem a koronának, hanem a toknak, úgy vevé ki aztán az alsó részükből a koronát Palatinus úrunk. Nagy valószínűséggel köthetjük ehhez az eseményhez a korona sérülését, ugye a tokjában úgy kellett kifeszegetni, és akár a korona keresztének elfeldülését is. Ezt a ládát törték föl 1538-ban. Ismeri valaki? Hát persze kellett, hogy lássák, a Nemzeti Múzeumban van. Ugye ezt a miniszterelnök úr nem jött el a parlament, de ez a Nemzeti Múzeumban maradt. Amikor ezt felfedeztük, a Blick meg is rajzolta a lehetséges rekonstrukciót. Én ezt így nem merném, de a Blick az újságíró bármit megtehet. Aztán a Magyar Televízió is megrajzolta, mert ugye a nézőknek be kell mutatni, én sem merném, de az elképzelhető, hogy a korona ekkor feldült, korona keresztje ekkor feldült. De miért? Nagyon valószínű, mert egyrészt új koronatok készül, az uralkodónak is nagyon kellemetlen volt az esemény, a koronát tehát egy védőtokban készül, új tok készül, a tok megvan még a 19. században is, egészen a 19. század közepéig. A tokra rákerül az uralkodó neve, tehát ő maga finanszírozta, még azt is tudjuk, hogy ki volt az a pozsonyi könyvkötő, aki bekötötte bőrbe a tokot, jól megfizették, mert egy katona havi zsaldjának ötszörösét kapta a korona tokjának bekötéséért, és ez a tok, tehát utána évszázadokig sértetlen maradt. Persze lehet azért még több baleset is, ha nem a tokban történik, de jelenleg nem tudunk hasonlóról, és az a különlegessége még az esetnek, hogy ekkor két hétig nem rakják vissza a koronát a ládába, ami máskor sosem fordul elő, általában egy-két napon belül, ugye mindig megnézik a képviselők meg a VIP vendégek, akiknek erre lehetőségük volt, ekkor 12 napig nem rakják vissza a koronázás jelvényeket. Tehát nagy valószínűség, igen, mondhatjuk, hogy ekkor felbőletett el a Szent Koron keresztje. Miért nem mondom 100%-ig? Mert amikor én ezt az esetet megtaláltam, akkor azt gondoltam, hogy a magyar koronatörténetében biztos csak egyszer fordult elő, hogy föltörték a ládát. Azóta még 4 föltörést találtunk. 1784-ben csak a zárat feszegették föl,
akkor nem érkezett meg a kulcs időben. 1848-ban nem volt meg a kulcs, mert ugye a kulcs Bécsben, magyarok Budán, és ugye nem adták oda az osztrákok a kulcsokat. 1849-ben Szemerének megint nem sikerült kinyitni a ládát, és 1896-ban a Millenniumkor sem nyílt ki a láda, amikor 1880-ban megvizsgálja a Kipolyi Arnoldék, utána 16 évig nem nyúlnak hozzá, és nem nyílt ki. Ezek az esetek, az első négy eset, az csak az elmúlt évek kutatásának köszönhetően derült ki. 1896-ban azonban másnap, vagy néhány napon belül megírta a sajtó. Ugye akkor még nincs minden sajtó, itt valaki a magyar előterőségek közül elkattintotta magát. Egyébként 2000-ben is volt Baki, de nem mondom el, hogy mi. Majd a miniszterelnök úr, vagy az akadémia akkori elnöke, vagy a köztársasági elnök úr megírja egyszer az emlékkönyvtárban, akkor már lesz a Baki a parlamentben történt különleges Baki. Jó. Ilyen módon pecsételték le a ládát, ahogy ezt a korona egyik 20. századi koronaláda egyik 20. századi ábrázolásán láthatják. Harmadik játék. Mióta van ez a címer, pontosabban hol található ez a zászló? Addig írhatok egyet. Van, aki látta ezt a zászlót? Akkor segítek, akkor ne azt találjuk ki, hogy mióta, vagy hol van, mert ezek szerint nem tudják, már megért eljönnök, hanem hogy mikori. Mikori lehet a zászló? Nem akarom hazavinni az ajándékokat. Mikori a zászló? Ez így tár kérdés, mert a Rákóczi családhoz szól. 1703 után. Jó. Korábban, de konkrétan, egy konkrétan dátumot kérek. Szerintem már 1650 volt. 1650, 1703. Jó. Jó, akkor 1650 van a legközelebb. Ez a zászló ugye egy címeres zászló, ugyanazzal a magyar címerrel, amit ma is használunk. Azért érdekes és különleges számunkra, mert hogy a magyar koronázásokon zászlók egész sorát kezdik a 16. századtól hordani, nevezetesen azon országok zászlai, amelyek a magyar királyi titulatúrában, a magyar királyi címsorban léteznek, magyarul a magyar birodalmat jelképezik azon országokat, amelyeket az uralkodó ténylegesen vagy igénycímként betöltött, nem magyar irredentizmus, hanem teljesen bevett hagyomány, a szultán is visel millió egy ország címét, a mai angol királynő is visel, a nagy birodalmak uralkodói, a magyar uralkodó is viseli különböző országok címeit, mint itt láthatják, amelyeket ténylegesen vagy névlegesen a középkortól a titulatúrában visel. Na most a 16. században van egy nagy változás, amikor a magyar királyság török felhatóság alá kerül, vagy részleges török megszállás alá kerül, akkor három részre szakadás van, egy jelentős területveszteség, és akkor a tényleges területveszteséget elkezdik olyan módon ellensúlyozni, hogy a magyar címsorban lévő országok zászlait elkezdik vinni a koronázásokat. Van-e ma hasonló tradíció Magyarországon? Tehát a székely zászló nincs kint a magyar parlamenten? Az más módon, de hasonló tradíció. Tehát a székelyek a magyar nemzethez való tartozását fejezik ki a székely zászló kitűzése. Itt az a tradíció van, hogy ezekre az országokra igényt tart a magyar uralkodó, és tovább szeretné viselni, és ezért a magyar koronázásokon elkezdik a magyar korona országainak zászlait vinni. Így kerültem én a témával kapcsolatban, és az a kedves felfedezésért, hogy 1618. júliusából előkerült a II. Ferdinánd pozsonyi koronázásáról egy zászló terv, amely szerint Eszterházy Miklós, ugye, aki az előbb a feltörésben részt vett, még fiatal politikusként vitte a magyar királyság zászlát.
És ekkor én már tudtam a kutatásimból, hogy a magyar koronázásokon vannak olyan tárgyak, amelyeket állandóan használunk, koronajoggal, stb., amelyeket a ládából kivettek, és vannak alkalmi tárgyak, amelyeket koronázásról koronázásra elkészítenek, ilyenek a zászlók, és tudván ezt megpróbáltam megtalálni a zászlót, mivel Esterházy Miklós vitte, ezért írtam az Esterházy a kincstárába, hogy ez ma frakon található, így meg is válaszoltam a kérdést, 1618. július 1-jéről származik a zászló, és ma frakon a mai Burgenlandban, a Fortenstein várában őrzik, és elkértem az összes zászló képét. Szerencsére akkor már digitalizálva voltak, és kiderült, hogy három zászló, koronázási zászló megvan, itt még restaurálás előtt láthatják, mert Esterházy Miklós, a híres nádor, vihette ezt a koronázáson, és utána a koronázás után a zászlót megőrizte, kincstárába elhelyezte, és utána a zászlót nem csak megtaláltuk, hanem az osztrák kollégák restaurálták is, és ma Frakon várában ilyen gyönyörű módon van kiállítva, egyik legkülönlegesebb nemzeti kincsünk, vagy koronázási kincsünk, és talán elmondhatom a nagy büszkeségem, hogy éppen néhány héttel ezelőtt egy hat nyelvű könyv jelent meg róla, Ausztriában, németül, angolul, magyarul, horvátul, szerbül és szlovákul, mert hogy ugye ezt a zászlót, amelyet 1618. júliusában egy magyar arisztokrata vitt, ezt ma Ausztriában őrzik, a koronázás ugye Pozsonyban volt, amely ma Szlovákia fővárosa, és nem csak magyar zászlót őriznek ott, hanem horvát és szerb zászlót is, és ezeket is publikálhatnak. Ugye még egyenes a kereszt, itt is, ami megfelel a valóságnak, és azért is különleges a zászló, mert az a címmel látható rajta, amely a mai magyar raptörvényben is ott foglaltatik. Magyarul 1608-tól ugyanez a címerünk, ez a zászló az egyik legkorábbi ábrázolása ennek a magyar címernek, tehát 400 éve Magyarországnak ugyanaz a címere. Hát a kereszt az elfeldült, de hát az ország történetében is sok felfedülés következett be a modern korban. Ugyanitt megtaláltuk a legkorábbi horvát zászlót, amire azért vagyok büszke, mert a horvátok sem ismerték. Tehát a magyar korona kutatása segített abban, hogy egy magyar kutatócsoport az ausztriai Frakon várában megtalálja a horvátok legkorábbi eredetiben fennmaradt zászlaját. Erről még orosz nyelven is publikáltunk, mert a szláv testvéreket ugye érdeklik a különböző nemzeti szimbólumok. Ez egyébként a legkorábbi fennmaradt horvát zászló, az Esterházy Miklós fia Esterházy László vitte a IV. Ferdinánd koronázásán, annak a IV. Ferdinándnak, aki ténylegesen sohasem lépett trónra. Ez tehát a mai magyar címer rövid történet, és ennek egyik legkülönlegesebb eleme ez a nemzeti lobogó. Egyébként én küzdöttem, hogy kerüljön már be a történelmi zászlók közé ez a zászló, ezt még nem sikerült elérni, pedig már háromszor javasoltuk a magyar politikusoknak, mert hogy csak sokkal több évszázadokon, de a későbbi történelmi zászlók vannak, amelyeken szerepel a Szent Korona. Ráadásul ma 23 történelmi zászlónk van, a 23 nem kedvelt szám, a 24-et szerették a történelmi formában, ha kiegészítenék, most 24 történelmi zászló lenne, tudják, amelyeket a különböző ünnepségeken viselnek, de a politika elit nem mindig követi a történészeknek a véleményét. De nem. Negyedik. Szent Korona. Ismeretlen közszemlé és elfeledett koronázó városa. Ugye már megkérdeztem, hogy az a magyar király, akit a Szent Koronával, az esztergomi érsek koronáz és Székesfehérvárot, és mondtam, hogy ez nem teljesen helyes, mert hogy ennél jóval több ezt árnyalni kellene, bár én is így érettségiztem belőle, de a magyar történelemben 5 koronázó város volt, és ebből egyet elfeledtünk, most segítettem, hogy melyiket az 5. és akkor könnyű megnyerni, aki először mondja. Itt volt az, úr volt az első. Sopron. Tehát Sopron, ugye amiről most itt megjelent, az valóban Sopron, tehát mi az 5 koronázó város? Ugye elhangzott Székesfehérvár, elhangzott Sopron, elhangzott Buda, Pozsony és Esztergom. Mert hogy
Szent Istvánt valószínűleg, bár nem mindenki ért vele egyet, de 98%-ban mondhatjuk, hogy Esztergomban koronázták, aztán a középkori koronázások többségét Székesfehérvárat tartották. Meddig? Meddig? Hát persze, 1526-ban Szapolyi János koronázták, de 27-ben még Ferdinándot, és akkor segítek, 1539 márciusában volt ott utoljára szertartás, amikor Szapolyi feleségét, Jagelló Izabella királynét, ugye koronázták, nem tudjuk, hogy érintette a vállát, akár még az is lehet, de nem 100%. Kérdés, hogy ott volt-e a korona, tehát van még, amire nem tudunk választ adni. Tehát 1539 március az utolsó székesfehérvári koronázás, aztán jön ugye Pozsony 1563-tól egészen 1830-ig, de a 17. században három koronázást tartanak Sopronban, a soproni főtéren lévő Ferences, mai Bencés, vagy másként Kecsketemplomként is sokan ismerik, és itt ráadásul a Magyar Szent Koronának különleges közszemléi is voltak, ami azt jelenti, hogy amikor 1622-ben Bethlen Gábor visszaadta a koronát, hiszen 1619-ben megszerezte Pozsony várában, akkor Pozsonyt elfoglalta, és 22-ben a nikolsburgi békének köszönhetően visszaadta, akkor Sopronban kerül sor koronázásra, az első soproni koronázásra, tehát elsősorban politikai okból. Ugye Pozsony rommá volt lőve, és nem lehetett ott koronázó országgyűlést tartani. És ekkor Bethlen Gábor visszaadja a koronát, persze a magyar elit mindig megnézi, hogy az eredeti koronát adják-e vissza. Itt ebben az épületben történt az ellenőrzés, ma az épület nem áll, ez a régi soproni városháza. Ma már az új soproni városháza áll a főtéren a helyén, a 19. század végén lebontották és fölépült a ma is látható nagy monumentális épület. Ennek a termében történt meg a koronaláda ellenőrzése, először a politikusok nézik meg mindig a koronát, utána nézheti a köznép, és itt különleges dolog történt, itt valóban megnézhette a köznép, először a képviselők ellenőrizték, majd a felségjelvényeket, az összeset kimutatták az ablakon. Tehát minden tárgyat. Nem szeretnék ötleteket adni a politikusoknak, hogy ezt megvalósítsák, és kimutassa mondjuk a köztársasági elnök minden nemzeti ünnepen. Ilyenre még 1681-ben is sor került itt Sopronban, amikor Eszterházy Pál Nádor is kimutatta az összes felségjelvényt, és még egy alkalommal tudunk hasonlóról, Budán, amikor 1790-ben visszatér a Szent Korona, a budai várban is eljátszották ezt a reprezentációs eseményt, hogy ne csak az elit, hanem a köznép is megláthassa a koronázás jelvényeket, és meggyőződhessen meglétükre. Tehát a Szent Koronának a negyedik koronázóvárosa volt tehát Sopron, és ugye 1792-től Budán is vannak koronázások, ugye még az is játék benne, hogy Vegyesen van Sopronban és Pozsonyban, tehát időátfedéssel, és Vegyesen van Pozsonyban és Budán is koronázás időátfedéssel, tehát politikai, katonai, privát okokból, vagy éppen járvány miatt tartanak nem csak a magyar fővárosban, hanem az alkalmi idegenes fővárosokban, koronázóvárosokban, országgyűlési helyszíneken koronázási szertartásokat. 5 koronázóváros, tehát az érettségén 5 várost kellene felsorolni, és méghozzá 6 koronázó templommal, mert Budán 2 koronázó templom volt, ugye 1792-ben még a mai Mária Magdalena, későbbi mai helyőrségi templomban, ugye, amelynek csak a romja áll a hadtörténeti múzeum mellett, koronázták első Ferencet, és utána pedig a Mátyás templomban történik az utolsó 2 koronázás. Tehát 5 koronázóváros, 6 koronázó templomban, és ráadásul a koronázó személyében is változás következett be. A középkorban az esztergomi érsek koronáz, ami valójában később sem sérül, csak később osztoznia kell a koronázásban. 1527. novemberében első Ferdinándot már az érsek és a nádor együtt koronázta. Bátori Nádornak sikerült elérni, hogy ő is részt vegyen a koronázásban, kedvenc esetemben nem tudott menni. Tehát úgy koronáz közösen az esztergomi érsekben, hogy őt hordszékban viszik. Ami viszont jól mutatja, hogy hordszékban is küzdök azért, hogy ugye Bátori Istvánról annyit kell tudni, hogy a Mohács körüli generáció legjelentősebb politikusa, világi nagyura. Neki még hordszékben is muszáj volt kimutatnia, hogy a világi elit is szerepet kap a koronázásban.
Utána az esztergomi érsekek persze mindent megpróbáltak, hogy ez ne váljon hagyományjá, sikerré, de 1687-ben jött egy újabb magyar nagyúr, az az Eszterházy Pál, aki itt már fogta a koronát és kimutatta 1681-ben, aki rájött, hogy azért csak akkor igazi egy magyar uralkodó a világjelenét és a beleegyezését adja. 1687-től József koronázásától minden magyar uralkodó fejére közösen helyezik a koronát egészen az utolsó koronázásig. Ma már az épület nincs meg, a terem sincs meg, fotónk van róla természetesen egy későbbi kiképzésben, de egy történésznek nagyobb öröme nem lehet, mint hogy annak a teremnek az ajtaja, amelyen át beléphetett Eszterházy Miklós, és kimutathatták a koronát, az megvan, mert persze az is csak egy későbbi kivitelben, de szimbolikusan ma sok minden levéltár. Tehát a teremből bizonyos emlékeink benn maradtak. Erről is publikáltunk egy külön kötetet, ezt nyerte meg a helyes válaszadó. Tehát 5 koronázó város volt, a koronázás színhelye változhatott, a koronázó személy is változhatott, ami nem változhatott, az a maga a koronázási ereke, tehát a Szent Korona. Utolsó témán, vagy utolsó előtti az utak, és az a kérdés, hogy mikor volt leghosszabb ideig távol a korona, és Glan Tibor kiváló könyvét lehet nem nyerni? Második világháború után? Én is azt mondom, 1945-1978. Jó, erről lehet könyvet nyerni, második világháború után? Igen? Fort Knox, oké. Okay. Más tipp? Nem nyeri meg senki. Nem jó a válasz. De akkor tippeljenek. Ugye, azért jó eljönni, mert ebből kiderül, hogy ezért a magyar történet köztudott, hogy a második világháború után valóban könyvet írt róla. Igen? Nem az a leghosszabb, de már közelebb vagyunk időben. Még lehet tippelni. Na, bátran. Ajándékot nem viszek vissza. Jó, akkor már kapott valamit? Igen, akkor még tippet kérek, bátran. Meg akkor századra tippeljenek. Nem a Mátyás idejében, nem a 17. század, szuper, 17. század elején tér vissza a korona, mindjárt látni fogjuk. Tehát a koronán, ugye ez az utolsó része az előadásnak, nemrég publikáltunk róla a könyvet, pont ezért, mert az emberek nem tudják, hogy a korona milyen sokszor volt távol. Most nézzük meg, hogy milyen okokból, hogyan tért haza, hol volt legtöbbször, hogy volt legtávolabb, stb. Végig pörgetném azért az eseményeket. A mai kutatások szerint 11-szer volt távol a korona, és mint láthatják, 4-szer a középkorban, 16-17. Századnak nevezett, 18. századnak nevezett korunkorban 5-ször, és a modern korban pedig 2-szer volt távol a korona, plusz még volt egy 2 ideiglenes hazatérés 2 habzós koronázásra. A többnyire a nyilvánosság kizárásával vitték el, gyorsan vitték el, és ugye a matematikailag jól számol valaki, itt volt legtávolabb a korona közel 57 évig. Ugye mondhatják, de 2-szer hazahozták, de ha az 1572 és 1608 között nézünk, akkor is az vezet. Tehát a 16. században volt leghosszabb ideig távol a korona, ezért nyert a völgy a 17. század elejébe. Tehát 11 távollépről tudunk. Valószínű nem fog újabb előkerülni, de nem merek nyilatkozni. Úgy gondolom, hogy nagyjából tudjuk a korona távollétét, itineráriumát, tehát újabb előkerülés nem várható. Nézzük azért, hogy mik ezek az események. A legelső elvitel az csak 2 hétig tartott, akkor egy magyar frontviszály következett be, akkor magyar menekült ki magyar elől, Ausztriába, és hamar visszakerül, mert András herceg fölvonul az osztrák határa és kikényszeríti a korona visszaadását. Egyébként valószínűleg egy király 4 okjel ekkor is, de nem ismerjük kellően a körülményeket, mert nagyon töredékesek a források, bár Zsoldos Attila kollégám kiválóan föltárta újjában az eseményeket. Úgy is lehet újabb dolgokat kideríteni, ha nincsen új forrás, hanem ismerjük a korszak szereplőit. A második az talán sokan ismerik, aki a tengerpartra jár nyaralni,
és leutazik Splitbe, vagy Trogirba, Prahova, vagy Sparatóba, a tatárjárás idején ide menekítették a koronát, ez ugye a harmadik, vagy második. A harmadik is jól, viszonylag jól ismert, amikor a 14. század elején Budáról Prágába viszik, majd visszatér Budára, és akkor még egy nagy erdélyi körutat is tesz, még nem Károly Róbert fejére harmadik koronázásán rákerültett a Szent Korona, ekkor ugye majdnem egy évig van külföldön, aztán a Mátyás korabeli az 23 évig tart, de az csak a harmadik, ugye az amerikai a második, tehát az amerikai távolét a második, 16. századi lesz a leghosszabb, ugye amikor ellopják a koronát Székesfehérvárról és utána Ausztriába kerül, és Mátyás súlyos, a magyar GDP-nek körülbelül 20%-áért szerzi vissza, ami azért nagyon tekintélyes összeg. A leghosszabb az a bécsi majd prágai tartózkodás, a 16. században, az az említett 57 év, két kis megszakítással, ezt a hosszú utat már láttuk, hogy visszaadják Erdélyből, kikerül Bécsbe, kétszer hazahozzák, aztán Prágába. És az újabb kutatásoknak azt is tudjuk, hogy milyen útvonalon, mely állomásokkal tér vissza Prágából, először Bécsbe, majd Pozsonyba. Aztán, ami szinte teljesen ismeretlen volt, hogy a nagy török háború idején is elviszik 1663-64-ben, rövid időre Bécsbe, majd csak a vasvári béke után tér vissza. Ugyanígy elviszik Bécsbe a Bécs második török ostroma idején, tehát egy újabb nagy török háború idején. Sőt, mivel Bécset ostromolják, ezért ekkor Németföldre is eljut a korona. Először ekkor jut el Németföldre, egészen Linzen át Passauig, és Passauból majd csak később tér vissza, és Magyarországra majd csak első József koronázására hozzák vissza, tehát itt majdnem 4 évig van távol a korona. A következő a Rákóczi szabadságharc alatti menekítés, amikor a kurusz csapatok 1703 őszén Pozsonyt veszélyeztetik, akkor elviszik, és csak harmadik Károly koronázására tér vissza, tehát itt is magyar-magyar elvől menekíti, tehát nagyon gyakran volt magyar-magyar elvől, abszolút segítséggel menekíti a koronát az uralkodó székelyére, rezidenciavárosában. Második József elviteti, majd visszatér, nem már nem Pozsonyba, hanem Budára, ezt újabban egészen precízen ismerjük ennek a hazatérését. Ami kevéssé ismert, hogy 1853-ban is külföldre kerül, nagyon rövid időre, csak másfél napra, mert ugye Szemere Bertalannék 1849. augusztusában elássák, Varsovánál, itt a magyar határon. Amikor itt 1853-ban megtalálják, akkor először Budára szállítják, ott van közszemléje, kiállítása, de Ferenc József is látni akarta, és ezért kivitték Bécsbe. Olmützből hazatérte, a hadszintérből megnézte, nem tette a fejére, de akkor abszolutizmus közepette, nem akart még Magyarország uralkodója lenni, de megnézte, megvan, kicsit kellemetlen is volt neki, de aztán visszahozták, és akkor kezdve Budán érzik, és majd csak a kiegyezést követően kerül az uralkodó fejére. Az amerikai kaland az viszonylag jól ismert, éppen Grant Tibor kiváló könyvének köszönhetően, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy Debreceni kollégánk elkészítette, és itt is egész újdonságunk derült el ki. Még a könyv első kiadása tavaly jelent meg, akkor még nem tudtuk, hogy Amerikában még helikopterrel is szállították a koronát, katonai belső titkos anyagokból. Az első kiadás megjelenése után derült ki ez az információ, és látják, hogy milyen hosszú úton jut el Amerikába, és onnan majd Pestre tér vissza először a parlamentben, majd a Nemzeti Múzeumban. Ez tehát a 11 hazatérés. Ebből ugye itt vannak sorrendben, ahogy már megbeszéltük, a leghosszabb a 16. század, és láthatják, csak második hely, amit mindenki elsőnek gondol, harmadik helyre jut a Mátyásféle, és utána a többi az viszonylag rövidebb. Ami megdöbbentő, még én sem gondoltam a kutatás kezdet előtt, hogy 770 év alatt, ugye 1205 és 1978 között 135 évig távol voltak. Tehát a történetének egyhatodát külföldön töltöttem, már ezért is megérte számba venni a korona hazatérését. Legtöbbször Ausztriában jár, ez egy kis matematikai mérleg, én a Veszprémi Lovas László gimnázium matematika tagozatára járhattam, jó matematikai képzést kaptuk, nem árt a logikus gondolkodás egy történésznek sem, és a 11-ből 8-szor volt Ausztriában a korona, abból
láthatják, hogy 3-6-7-szer Bécsben. Ez viszont örömteli, hiszen azt jelenti, hogy a magyar történelem szerencsére nem a keleti hódítók történetével, hanem a nyugati Közép-Európával függ össze. Önmagában a korona története is jól mutatja, hogy hova tartozunk, hogy legalábbis én remélem, hogy oda tartozunk, hogy oda szeretnénk tartozni. Kétszer eljött Németországba, kétszer eljutott Csehországba, és mint láthatták, a tatárjárás idején eljutott Dalmáciába. Összesen 8 mai ország területén jár, de ez ugye csalóka, mert a történeti Magyarország utódállamai azok automatikusan bekerülnek. Csak Szlovéniában és Szerbiában nem járt a korona, ugye a mai területet tekintve természetesen. A legtávolabbi az amerikai. Kiderült, hogy itt autóval, hajóval, repülőgéppel, sőt még helikopterrel szállították, és látják sorban a további szállításokat, és 1853-ban már vonatoztatták is, miként vonatozott már ugye a Szabadságharc idején is Szolnoki. Tehát szállították minden lehetséges úton, módon. A rövid szállításokat viszonylag gyorsan le tudták bonyolítani. Azért, amikor a tatárjárás idején elvitték Dalmáciába, az egy komoly vállalkozás volt. De nagyon keveset tudunk viszonylag a szállítás körülményéről. Ahogy jövünk előre időben, vagy ismerjük jobban a körülményeket, ott mi már szinte napra pontos térképeket tudunk rajzolni az eseményekről. A hazatérés még érdekesebb. A 11 hazatérésből, mint láthatják, többségében koronázásra tért vissza a korona. Ez is mutatja, hogy milyen fontos legitimációs erővel bír. Ugye a tatárjárás és a török háború kivételt jelent, tehát itt háborús események lezárultával tér haza a korona. Orsova az egy speciális, mint láthatjuk Ferenc József miatt. Amerikai is valójában egy háború után, de egy amerikai-magyar megállapodásnak köszönhetően kerül vissza hosszú idő után a korona. Ez önmagában is a visszatérések is jól mutatják, hogy a magyar korona legitimációs ereje és a magyar történelemben betöltött szerepe milyen meghatározott. Joggal merül fel a kérdés, mert gyakran olvashatjuk, hogy törvénytelen elvinni Magyarországra a koronát. Az új kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy vigyázzunk a gyors kijelentésekkel. Hát egy év 1608-ig nem volt törvény róla. Tehát azt jelenti, hogy az összes középkori elvitel nem lett törvénytelen. Másrészt néha a magyar viszi el magyar elvről, ez még bonyolultabbá teszi a történetet. 1608-ban azonban valóban, amikor Prágából, II. Rudolf császár prágai udvarából visszatért a korona, törvényt hoznak, hogy külföldre nem vihető, sőt minden egyes magyar uralkodót meg is esketik a koronázási esküjében, hogy nem viszi el külföldre. Ennek ellenére első Lipót császár és király háromszor is elvitte, törvénysértést követve el, de ez a történet még ennél is bonyolultabb, mert a törvénysértés minden esetben magyar kérés. Tehát nagyon magyarok ezek ügyes nemzet, mert ugye a korona végveszélybe kerül a török háború idején, mi nem akarjuk elvinni, ráfogjuk az uralkodóra, vigye elő, vállalja a felelősséget, mi visszavonulunk, bár a koronaőrök nem tudtak, mert a koronaőrök vettek részt a tényleges lebonyolításban, akik kérték a korona elvitelét, magyar kérdésre, de az uralkodóra állítjuk a felelősséget. Ez egyébként ügyes politikai fogás, én is így csináltam volna magyar politika elit szemszögéből, mert a politikai felelősségét áthárítom. Az uralkodót sem kellett azonban félteni, ő is lefedezi magát, és egy egész különleges dolog történt itt 1663-ban és 83-ban konkrét példánkban róla. Az uralkodó azt mondja, hogy végveszély van, ti kértétek, hogy vigyen el a koronát, mert már nincs olyan hely, ahol Magyarországon elhelyezhessen. Tudom, hogy megszegem a törvényt, megszegem esküvet, de erről adok nektek egy igazolást. Ráadásul, hogy milyen a politika, meg milyen a kulisszatitkok, az igazolást a magyarokkal írta meg, a magyar tanácsadóival. Tehát magyar tanácsadók írják meg az igazolást a magyarok számára, hogy miért viszi el az uralkodó koronát a magyar kérésre, a háborús végveszélyben. Ezek a források is előkerültek az új kutatásoknak köszönhetően, és ezt a dokumentumot utána az elvitt koronaláda helyére, mint könyvtári körjegyet odahelyezi, és amikor az uralkodó visszakapja a koronát, visszaadja a koronát, akkor kapja vissza az igazolást, mint a könyvtárban, amikor a könyvtári ölgyegye a visszahozta a kölcsönzőt kiemelik a polcról. Ilyen könyvtári ölgyegye
kettő is fönnmaradt. Na most utána azért rájöttek, hogy hát ilyen még előfordulhat, módosítani kellene a törvényt, és 1700, tehát a jó politikai vita a rossz törvényt azt azért módosítja, és 1715-ben a törvényt módosították is, és úgy módosítják, hogy a nádor tudtával fenyegető veszély vagy szükséges. Ugye ez azért is jó, mert ebben minden belefér, mert a szükség alatt bármit lehet mondani. Viszont II. József intézkedése nem fér bele, mert ő uralkodói rendeletre kitette a koronát, magyar tiltakozás ellenére is nem volt háború, tehát 1784-ben törvénytelen elvitelre kerül sor. Csak ez az eset is problematikus, mert ő meg nem tett esküt ugye magyar törvényekre, hiszen nem volt Szent Koronával megkoronázott király, tehát ők nem kötötték a törvények. De ez egyértelműen sokkot kiváltó törvényszegés, mert még a legaolikusabb magyarok is mondták, hogy ez nem meg, II. Józsefet nem érdekelte, vitette a koronát. Tehát három törvénysértés van, egy igazi sokkot kiváltó törvényszegés. A II. József esete az újabb kutatások szerint még annyiból érdekes, hogy azért vigyázzunk azzal, mert nagyon gyakran őt magyar gyűlölőnek nevezik, mert ugye elvitette a magyar koronát. Kétségtelen törvénysértés követett el, az intézkedésével súlyos magyar érdekeket sértett, de nem volt magyar ellenes az intézkedés. Abban az értelemben nem, hogy a német koronát is bécsbe vitette, a cseh korona is bécsben volt, de még az osztrák is. Tehát az összes koronáját begyűjtette a bécsi kincstárba, tehát egy teljesen más kontextusban gondolkodott a koronákról és az uralkodásról. Szerencsére visszatér a korona már nem Pozsonyba, hanem Budára, és mint láthatják tehát, az elvitelek közül igazándiból egy lóg ki a II. József féle. Ez a három Lipót féle, ez nagyon különleges, és amikor Szálasiék elviszik a II. Világháború idején a magyar koronaőrök, akkor már új törvény van, az 1928. évi 25. törvény, amely az 1715. évi megújítása volt, vagy átformálása volt, tehát a 20. századi elvitel is legális volt. Szálasi tudott az elvitelről, hiszen ott volt a közelben. A törvényciknek megfelelően történt nagyjából. Az más kérdés, hogy Szálasi alkalomra kerül, és nem volt törvényes. Tehát itt is vannak. De a történelem nem fekete és fehér. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk, hogy mennyire meghatározók a hazatérések az ország életében, mert az mutatja a Szent Korona és hazatérésé mutatják a magyar koronának, a magyar történelem a sorsfordulói. A 11 hazatérésből 2-4-6-7-et tartok meghatározónak, nagyon meghatározónak, abból háromszor új helyre kerül vissza. Ugye 1608-ban már nem Visegrádra kerül vissza, hanem Pozsonyba, az új magyar fővárosba, az új koronázóvárosba, és ettől kezdve a pozsonyi vár lesz a koronának az őrzéséje. 1790-ben láttuk, Budára tér vissza, és 1978-ra már nem a budai várban, hanem a pesti nemzeti múzeumban. Ezek közül a hazatérések közül én hármat tartok igazán meghatározónak, az 1608-at, mert ekkor nem csak az új magyar fővárosba kerül vissza, hanem mint láthattuk a zászló kapcsán, felkerül a magyar címerre, tehát kialakul a Szent Koronás magyar címer, a mai magyar címerünk. Ekkortól kezd a politkerítnek és a függetlenségének az egyfajta jelképévé válni. Ezért vihet miniszterelnök úr a koronát a parlamentbe, és érvelhet amellett, hogy a parlamentben is akár lehet a korona, mert hogy ekkor kezdik a magyar rendi elittel is azonosítani, ugye amelynek a rendeknek a késő középkori leszármazottai a mai magyar parlament képviselői, de ekkor kezd részben a függetlenségévé válni. Egy újabb, és ekkor történik egy fontos, az első abszolút magyar kiegyezés, ami meghatározó a korai magyar történetben. Különösen fontos még az 1790. évi hazatérés, mert ekkor megint új helyre kerül vissza Budára, amivel megkezdődik Buda magyar királyi, újra magyar fővárosa válása egy hosszú folyamat eredményeként, majd ugye a kiegyezés időszakára. Az abszolutizmusnak, a felvilágosult abszolutizmusnak vége lesz, és a tudományos kutatás szempontjából is fontos, mert sokan látják, sokan leírják, és megkezdődik a korona történetének egyfajta modern tudományos kutatása, és 1978-at nem kell magyaráznom, hiszen sokan látták a tévében is annak idején, ugye látták? Persze, csak kiderült, hogy nem élőben. Mert hogy
Mert hogy két órás késéssel adta le a magyar televízió, Glan Tibor kinyerte meg a könyvet, a Glan Tibor kutatásaiból kiderül, én is azt hittem, hogy élőben láttuk. Két órás késéssel adták, mert a Cyrus Vance-nek volt egy mondata a román-magyar barátságról, ami az akkori internacionalista barátságnak nem nagyon felelt volna meg, és megvárták, hogy elmondja el. Nem mondta el, a repülőn kiúszta. Mindannyian azt hittük, hogy élőben látjuk, két óra késéssel adta le a magyar televízió az esemény. De nem volt a parlamenten szovjet zászló, nem volt a parlamentben az ünnepségen internacionalizmus, nem volt Kádár János jelen a ceremónián, apró Antal vette át a koronát, ugye az is egy érdekes jelenség azért, hogy ő vette át a koronát, és kitiltott, így van, ő volt a házának, és kitiltott magyar politikusok, és többek között történészek, mint Beák István is, voltak az amerikai tárgyalóbizottságban, tehát az amerikai külügyminisztérium azért fricskán sorát tette oda a kommunista vezetésnek. Azt is előírták, hogy nem került a Szovjetunióba, bár ezt ugye garantálni nem lehetett, és múzeumba kell kerülnie, így kerül a Pesti Nemzeti Múzeumban kiállításra, és ez azután újabb inspirációt adott a kutatásnak, hiszen Bertény Ivánnak, Benda Kálmának, Fügedi Eriknek és még sokaknak utána az említett korona 9 évszázada kötet jelölhetett meg, és alapvető szerepet játszott, jól lehet legitimálta részben a Kádár rendszer, de legalább annyira bomlasztotta is, aki szeretne többet tudni róla, tényleg Glan Tibor új friss kutatását ajánlom. Az említett hazatérések, a meghatározóbb hazatéréseknek meghatározóbb képi ábrázolásai is vannak. Amikor 1608-ból hazakerül a korona, annak egy gyönyörű ábrázolása van a Prága melletti átadásra a Nemzeti Múzeumban, a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán egy csodaszép festmény, egy elfeledett festmény, ebben a sátorban történt a visszaadás, ahol a palástot is leírták. Van más szimbolikus átadásai, amelyek kevés szimbolikus ábrázolásai, amelyek azonban kevésbé felelnek meg a valóságnak, inkább propagandisztikus jellegűek. Ezt modern módon úgy mondanám, hogy van egy fotó ma, és valamikor ma már ugye meg tudom csinálni, hogy levegyek róla illetőt, vagy mást oda tegyek mondjuk egy Photoshop programmal. Ma a sajtó mindenre képes, vagy ezt már a kor szintjén is bizonyos tekintetben művelték a elődeim. Aztán ide kerül vissza a korona 1608-ba, a pozsonyi koronatoronyba, ha elmennek a pozsonyi várba, ma is megvan az épület, és itt őrzik 1608-tól ebben az épületben a koronát egészen 1784-ig. Olyan érdekes dolgok derültek ki erről a teremről, a koronaőrző teremről, hogy ez egy ilyen szimbolikus, kultikus helyé válik. Koronázások után, amikor visszateszik a koronát, akkor ide a jelenlévők fölírják a nevüket, ez graffiti módon, mint ma ugye az emberek felfestik a falra a neveiket, ezt már a politikai előzők itt üzték ezt a szokást, és volt olyan magyar politikus, aki még a saját értékét is be tudta vezetni ide, ebbe a különleges nemzeti trezorba, sőt, ezt a termet egy különleges vasaltó védte, és az elmúlt friss kutatások szerint éppen itt Miskolcon jelent meg az a tanulmányom, amely arról számol be, hogy amikor Bethlen Gábor elfoglalta Pozsony városát, és elviszi a Szent Koronát egészen a távoli Ecsed báráig, akkor az ajtót is viszi, a vasajtót is. Az egész országban a trezor ajtaját végig cipelteti, korontos történet. Amikor visszakerül II. Józseftől, akkor már ilyen gyönyörű ábrázolások születnek a budai fogadtatásról, ekkor ugye már észlelik, hogy a kereszt elferdült, mint erről beszéltem. Persze vannak ábrázolások, ahol ezt még nem rögzítik, mert kopírozzák a régi ábrázolásokat, de ekkor a koronázási jelmények többi tagjáról is készülnek ábrázolások. 1853-ban, amikor megtalálják Orsolánál, abban már ilyen gyönyörű részmetszet is van a megtalálás helyszínről, sőt még arról is, hogy a fiatal Ferenc úrját megnézte, majd visszaküldi különböző állomásokat is rögzítették. Amerikai kalandról pedig két képet választottam ki, egyrészt a legkorábbi színes képet, színes fotót, ami Amerikában készül, és nagyon örülök annak, hogy egy kutatás inspirál más kutatást, képzeljék el, a korona fotói sincsenek összegyűjtve, hogy mikor fotózták,
Most egy fotótörténész kollégám ezt a munkát is elkezdte, és ennek köszönhetően 1880. évi vizsgálatról kerültek elő magánhagyatékból a korona legkorábbi fotói, azok még természetesen feketefélek, és Amerikából származik, ahol tudjuk, hogy többször fotózták a legkorábbi színes ábrázolást. Ezt pedig láthatjuk a híres ünnepélyes átadást a 2 órában csúsztán a Magyar Televízió. Összességében tehát a Szent Korona 11-szer tért haza, és akkor az zárom azzal az előadást, hogy mit csinált még a Szent Korona kutatócsoport, azon kívül, hogy most itt néhány eredményet bemutattam. Bőfél évtizedet dolgozunk, eddig 21 kiadványunk jelent meg 12 nyelven. Jól mutatja, hogy team munkában dolgozunk. Láthatták, hogy mindenféle történész határon innen túl, külföldével működünk együtt. Tehát ez egy olyan team munka, amely a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében, de nagy intézményi együttműködésben zajlik. Ennek a legutóbbi eredménye a Szent Korona az a térkötet, az előadásom utolsó tartalmát mutatta be. Ez karácsonyjal jár meg, egy hónap alatt elfogyott az összes példány. Most, hogy a miniszter úr átutalta az újabb támogatási keretünket, most ki tudtuk adni második kiadásban, tehát a könyvfesztiválra újra megjelenhet a könyv. Erről a könyvről már beszéltem, ugye a soproni tartózkodásokról, erről és a korona legkorábbi ábrázolásáról. Tóth Gergely kollégám írt egy remek könyvet a protestánsok és a Szent Korona kapcsolatáról, ugye reformáció idéhez is kapcsolódva, és külön sorozatot indítottunk a legfontosabb koronázó országgyűlésekről, ez egy soproni koronázó országgyűlés 1622, az elfeledett reformkori, az utolsó pozsonyi koronázásra szintén egy kötetet, és Macó Ferenc kollégám pedig könyvet publikált, egy doktorandusz, egy doktori disszertáció eredményeként az utolsó koronázásról, ez pedig Ismánfi Miklós történetírónak a munkásságát bemutató kötetünk, aki sokat írta koronáról. Nagyon büszke vagyok arra, hogy vannak a csapatban numizmatikusok, ugye pénztörténészek, akik összegyűjtötték az összes magyar koronázásra készült koronázás érmet. Ezt először megcsináltuk szlovákul, és készítettünk egy kiállítást a pozsonyi várba. Azért vagyok büszke rá, mert az első olyan kiállítás volt, nem csak szlovák és angol, hanem magyar felirat is volt. Tehát ha a szlovákokkal normálisan működünk együtt, akkor lehet együtt működni velük, csak megfelelő módon érdemes ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ezt a kiállítást elvittük Kolozsvárra, megjelent román nyelvű katalógusa is, tehát a román közönség számára is publikáltuk, mert hogy bármilyen furcsa, van egy közös magyar-román történet, vagy közössé vált történelem, de a magyar királyság történetéről soha nem jelent meg érdemi dolog román. Csak akkor én hogy várom el egy román diáktól, hogy tudjon a magyar történelemről, ha nem tudod számára érdemi szakirodalmat biztosítani. Tehát nekem ez egy misszióm, hogy ne csak világnyelveken szóljunk, hanem szóljunk a határon túliak nyelvén is. Aztán kollégáimmal megcsináltuk a nagy éremkatalógust, az összes érmet, sok száz érem, és ennek néhány hete jelent meg angol nyelvű változata, amelyet a világon ugye mindenhol tudnak használni, és hamarosan megjelenik a teljes katalógus szlovák változata is. Emellett publikáltunk külön is a koronázási kutatások eredményei szlovák nyelvű könyvet. Igyekszünk szólni a nagy közönséghez, mert nem csak a tudományos közönséghez fontos szólni, hanem önökhöz és a nagy közönséghez. Ezért a Rubikon folyóiratban 2 számunk is megjelent, egyik a koronázásokról, a másik a Szent Korona hazatéréseiről. Az említett koronázási zászlókról megjelent szintén néhány hete egy 6 nyelvű könyvem Ausztriában, az ausztriai Kismartonban, és ugye tavaly a Szent Korona éve volt, talán emlékeznek rá, mert 40 éve tért hozzá a korona. Nagy büszkeségem, hogy Macó Ferenc doktori disszertációjaim már 2. kiadásban látott napvilágot, és ritka az olyan könyv, ami egy éven belül 2-szer megjelenik, de Glan Tibor könyve egy év alatt két kiadást megért, ugye az amerikai kalandnak a történetét bemutató kötet, és 2016-ban elkészült egy magyar nyelvű DVD-nk a legfontosabb kutatási felfedezésekről, és ennek most a koronai apropóján elkészítettük 8 nyelvű változatát, angolul, németül, spanyolul, oroszul, horvátul, románul,
szlovákul és magyarul, tehát szólunk a világnyelveken, de szólunk természetesen a határon túli, minden Kárpát-medencei nyelven, vagy majdnem minden nyelven próbáljuk a kutatócsoport eredményét a nagy közönséghez is eljuttatni. Ezt a filmet annak idején az Akadémia dísztermében mutathattuk be még 2016 végén, és most a 8 nyelvű változata is elkészült. Júniusban lesz a szlovákiai bemutató, majd valószínű Madridban és Moszkvában is lesz bemutatója. Remélem, ez önmagában is jól bizonyítja, hogy érdemes lendületkutató csoportokat finanszírozni, érdemes az akadémiának kutatóhálózatot működtetni, érdemes olyan kutatóhálózatot működtetni, amely nagyon szorosan össze dolgozik az egyetemekkel, és ha valaki megkérdőjelezni azt, hogy van a társadalom és bölcsészettudományoknak hasznosulása, annak szívesen odaadom, akár legyen az miniszter, vagy politikus, vagy bárki ezt a DVD-t, mert kevés olyan kutatócsoport van Magyarországon, amely 5-6 év eredménye után 8 nyelven tudja publikálni olyan eredményeket, amelyek iránt érdeklődik is a nagy közönség. Ebben a reményben köszönöm a tisztelő figyelmet. Hát, akinek még kedve van, hozzászólás, kérdés, ezután a hihetetlen gazdag előadás után, az felteheti a hozzászólásait, kérdéseit. Tessék, parancsolj! Azt kérdezem, hogy olyan jól rajzoltam a nézőség rajzolóban, miért nem csak egy kicsit hasonló. Tehát, amikor így egymás alatt láttuk, fölül volt a rajzol, az alatt a valódi, elég nagy. Hát a művészettörténészek azt mondják, hogy relatíve precíz az ábrázolás, és olyan ötvös jegyek is rajt vannak, amik semmelyik korábbi ábrázoláson, sőt későbbi ábrázoláson sincs. Tehát csalóka, mert nem tökéletes, de precíz. A másik, hogy ez már egy bemásolt. Ha nem tökéletes, hogy lehet precíz. Olyan jellegzetességet is bemutat, amely még 19. századi korona, most próbálok visszaírni, korona ábrázolásokon sincsenek. Tehát ami például nem stimmel, a csüngők száma, így ezen is láthatjuk. De akkor alatta van az igazi, olyan is volt. Olyan ábrázolást talán nem mutattam, hogy... Mindjárt megint. Ugye ez az ábrázolás. Ugye ez a legnagyobban. A csüngők száma nem stimmel, kérdés, hogy kinek a hibája a berajzolónak, az eredeti lerajzolónak. Ugye ez egy Bécsből küldött rajz alapján való bemásolt rajz, nem tudjuk, hol veszett el, vagy a kutatók egy része abban sem egységes, hogy mennyi csüngő volt rajta eredetileg. 6 volt-e korábban, vagy sem, nem tudjuk. Az biztos, hogy 1580-ban már 11 van rajta. A kollégáim olyan jegyeket vélnek felfedezni, olyan ötvös kiképzéseket, vagy drágakő színeket, amelyek korábban és később is egyetlen ábrázoláson sincsenek. Kérdés ugye az, hogy mennyire örökíti át az előkép hibáit és az előképnek az előnyeit, a másik, hogy mennyi ideje volt lerajzolni. Ezt én úgy szoktam modellezni, mert ez a kérdés nem először merült fel. Most önöket beengedem a parlamentbe, kapnak 20 percet, rajzolják le a koronát, hát aztán ott mindenféle ábrázolások születnének. Aki a profit, azért lenne a legprecízebb, legjobb, de utána ugye azt a legjobbat kiválasztom, és berajzoltatom egy nem feltétlenül profival. És annak az eredményét láthatjuk itt ezen. Ezért nem teljesen tökéletes, de például csak ebből tudjuk, hogy eredetileg zöld volt a posztobilis, csak ebből tudunk bizonyos
jegyeket a 16. század közepéről, tehát nem tökéletes, tényleg nem tökéletes. Tehát ha megnézzük a 1613-ban meg ilyen nyomtatott ábrázolás, hát az sokkal tökéletlenebb. Pedig ekkor, amikor ez készült, 1608 táján többen lerajzolják, akkor sokkal többen, sokkal hosszabb ideig is lerajzolták, mégsem tökéletes. Hát persze, hogy nem tökéletes, mert utána még a nyomdász is módosíthatott rajta. Ugye akkor lenne könnyű a helyzetem, ha meg lenne ennek az eredeti rajza, amit a nyomdász kapott, illetve meg lenne az arra, azt próbáltam nyomozni, hogy az augsburgi történetíró levéltárában megvan-e, de nem találtunk nyomára. Ugye valószínű, hogy ő nem maga rajzolja be, hanem odott egy rajzolónak, akivel berajzoltatta. Tehát itt már sok kész, sok hibájáig jut el, de mondjuk nézzük meg ezt, csüngő ábrázolása. Itt már 8, de nézzük meg a csüngők végét. Ugye azt mondja, hogy a legkorábbi hiteles nyomtatott ábrázolás milyen kocsi? Itt a csüngők alakja is nyilván. Tehát az a 16. század közepi ábrázolás, és még mondhatnék öt hasonló apró jegyeket, amelyek fontosabbak ezen a legkorábbi ábrázoláson, mint az utána évszázadokig ható nyomtatott ábrázoláson. Olyan ábrázolás nagyon kevés van, ugye ez az egésznek a problémája, amit biztosan tudunk, hogy az eredeti tárgyról készül. Mert hogy az eredeti tárgyak csak koronázás alkalmával lehet lerajzolni, és csak olyan, aki közvetlen közelről látja. Most ilyen nagyon ritkán van, és ilyen általában úgy készülnek a későbbi ábrázolások, hogy van ez a nyomtatott ábrázolás, és ezt átkopizunk. És a nyomtatott ábrázolás 5. változata él már egy festménye. Tehát nagyon vigyázni kell, egyébként még nekünk egy kutatási adósságunk a művészettörténész kollégáimmal, hogy az összes 18. századi ábrázolást elővegyük, és megpróbáljuk, ha nem is sorba tenni, mert ugye nem lehet minden genealógiai leszámolásba tenni, de legalább a típusra is sorba tenni. Ezzel is adós például még a mi kutatócsoportunk is. De hát, ha például itt megnézem a csüngőket, a modern ábrázása itt is rosszabbak, mint a 16. századén. Viszont a korona alakja már sokkal hitelesebb, de hát itt már többször látták, többen látták, profibbak látták, szakemberebbek látták. A másik ugye, hogy azt kell hozzátenni, hogy azért egy bizánci eredetű ötvös tárgyat rajzolni nem mindenki tud. Abban a korban, mert életében akkor lát hasonló tárgyat először. Tehát nagy kihívás volt akár itt lerajzolni, pláne hogy a feliratok egy részét el se tudják olvasni. Még Révei Péternek is voltak komoly nehézségei, pedig ő tudott görözül, és akkor még sorolhatnám a különböző tovább élő hibákat. Tehát ez magyarázza, hogy valóban ezek nem fényképek. Tehát ne úgy értelmezzük ezeket, ugyanúgy forrás kritikával kell kezelni a precizitásukat, használhatóságukat, és meg kell mondani, hogy mi stimmel rajta, mi lehet az oka, hogyan kell ezt értelmezni. Ezen dolgoznak a művészettel teszkodik. Na van-e még egy utolsó? Tessék, ez az utolsó. De nyugodtan lehet, azért jöttem, hogy kérdezzen. Hadd kérdezzenek, mert azért jöttem. Van, amikor nincs kérdés, és az irritál, hogy leutazik az ember 500 km-t, és nem kérdezik. Nekem már, mivel sokat tudok, hát én itt végeztem Miskolci Egyetemen, Derecskei Zoltán vagyok, 2012-ben történész szakon, a történész szakirányon, és amikor volt ez a 100 éves évforduló, én akkor is csináltam ilyen előadásokat, ahol dolgozom Keszthelyi temeti szolgálás melletti kisközségben, könyvtárban egy nyugdíjasoknak ilyen prezentációt, és nekem az volna ez a kérdésem, ez a lendület csoporta, hogy miért pont 1526 a határ? Tehát, hogy miért nem vizsgálják a középkort is még jobban? Tehát, hogy nekem ez volt gyanús, hogy sok ember meg arra lenne kíváncsi, tehát, hogy ábrázolták, tehát, hogy mert Szent István nem viselte a Szent Koronát, tehát, hogy
az is ilyen feltételezésekkel van, hogy mégis milyen koronát viselhetett, hogy az esetek, igaz, kevesebb a forrás is, de hogy az is terítéken van, hogy majd azt a korszakot is vizsgálják, hogy amikor létezett a Szent Istváni magyar állam. Jó, erre nagyon könnyű válaszolni, ennek két-három oka van. Egyrészt én önmagában 16. század, 16-18. Század kutatója vagyok, ehhez értek jobban. Ugye azt szoktam mondani, hogy ez olyan a kérdés, hogy Freund Tamás a kiváló agykutató most kezdjen el fizikai kutatást végezni. Tehát, és nem tudna, és megbicsaklana, én sem mernék 11. századi kutatást végezni, arra más hivatott, ez az egyik oka. A másik nincs forrás, nincs dokumentum. Tehát a koronának a korai történetére vonatkozó források jelenleg ismert 100%-át feltárták, mind a képi ábrázolásokat, amelyek nincsenek, mind az írott dokumentumokat, amelyeket most úgy tűnik, hogy 100%-ban ismerjük, azok alapján nem tudunk jelenleg új ismereteket hozni, ami segíthetne egy komoly műszaki tudományos vizsgálat. Ez többször fölmerül, de ez politikai döntés kérdése, ez nem tudományos döntés, ezt tudom, hogy többször fölmerül magas állami körökben. Ugye egy veszélye van, hogy mondjuk kap a Miskolci Egyetem erre engedélyt, akkor következő évben a Szegedi is fog kérni, majd lehet, hogy a Los Angeles-i és az izraeli Jeruzsálemi Egyetem is. Most melyiknek? Igen, több jelentkező is volt, már többször voltam előadni, és mondták, hogy ők már tervezik a vizsgálatát. És ugye ma a Szent Korona vizsgálatára a Korona Tanács dönthet, a Szent Korona testület pontosabban, a köztársasági elnök úr vezette testület, ennek joga a Korona vizsgálatának engedélyezése. Mi 5 éve kutatjuk el a Szent Koronát, de én soha nem fotózkodhattam a Szent Korona mellett, mert az is tiltva van. Tehát fotózni sem lehet a Szent Korona mellett, ha bemennek a parlamentbe, ugye nem fotózhatnak a Szent Koronánál. Egy dolgot elárultam. Stikában van. Nem stikában, de a koronát nem vizsgálhattuk, de a koronázási kardot vizsgálhattuk, és akkor kihasználtam az alkalmat, és én is megérítettem a koronát. Tényleg felemelő érzés, ez minden. Ez azt hiszem, hogy nagyon kiváltság volt helyzet, de azt, hogy a koronázási kardot vizsgálhattuk, az annak köszönhető, hogy a köztársasági elnök urat értek el. És külön a Áder János köztársasági elnök urat, mert valamelyik felmenői között volt koronaő. Este 11 körül vizsgáltuk, amikor már senki nem volt, videózta a koronaőrség, megfoghattam a kardot. A parlament gondnoka és a koronaőrök is megfogták a kardot, de a koronához csak így kis érintéssel nyújthattunk, tehát a tárgyak ma tudományosan pillanatnyilag nem vizsgáltuk, ugye 1978 után több tudományos vizsgálat is zajlott. Nyilván, ha új technikai módszerek lennek, és azért vannak már, meggondolandó lenne egy komoly új vizsgálat. Amit tudok, amit elvégzett még a parlament, hogy új fotók készültek a koronáról. Tóth Endrének megjelent, talán többen láttak a Szent Koronáról, mint műtárgyra egy nagyon kiváló összefoglalása. Ő a Magyar Nemzeti Múzeumban a korona gondnoka, aki részt vett a korona átszállításában. Nagy, szuper fotókat csináltatott a parlament, tehát már nem csak a régi fotók léteznek az 1978 utáni hozzáhozatalról, Szelényi Károly kiváló fotói, hanem egy egész sorozat, három fotós lefotózta remek képekkel. Egyébként annyit én el tudtam érni, hogy a filmeinkben ezek a képek kerültek be, tehát azt kipréseltük a parlamenttől, de fotózni a filmstábnak sem engedtek, nekünk se, pedig mi a korona történetével foglalkozunk. Most úgy tudom, hogy a házelnök úr egy filmet fog készíteni kifejezetten a tárgyról, pont azért, hogy azt utána mondom, fölteszik a parlament honlapjára, és akkor bárki megnézheti otthon a korona összes részletét, de egy tudományos vizsgálat, egy természettudományos vizsgálat el kellene, de erre más kutatócsoport hivatott, azt nyilván nem egy történettudományi kutatócsoport fogja megvizsgálni, de megértem a politikusok aggodalmait is, mert ugye tudományos kutatás szabadságát kimondja a mai magyar alkotmány, tehát a koronát bárki kutathatja a történeti részét, de az azt is jelenti, hogy bárki kutathatja
a tárgyat is, csak akkor kinek engedélyezem, melyik kutatócsoportnak, melyik egyetem kutatócsoportjának. Nyilván az lenne a megoldás, ha erre létrejönne egy olyan egyetemek fölött akadémia által vezérelt kutatócsoport, amely ezt le tudná bonyolítani, és ehhez a politikai támogatást, amíg a parlamentben van. Tessék, professzor! Adtál egy nagyon jó ötletet. Miskolc Egyetem szervez egy lendület kutatócsoportot, egy beadványt, pályázatot, és megpróbálják megvizsgálni. Nem fogják engedni, tudom. Pedig a tárgynak a természettudományos vizsgálata nagyon sokat segít abban, hogy valóban honnan származik ez a korona. Mert ugye ez ma még, hát legalábbis itt a kérdés, a tárgya, amit tudunk, ezt a fiatal ember is mondta, hogy a Szent István fején ez a korona nem volt, ez legalábbis nagy valószínűség. Ebben az állapotban nem lehet, hogy egyes részei kötődhetnek Szent Istvánhoz. Igen. De majdnem biztosra kijelentető, hogy egy. Nem. Így nem. Így nem volt. De kérdezni, ez csak arra jutott eszembe, amit mondtál, hogy kellene egy ilyen vizsgálat. Erre egyébként a Magyarországon fel vagyunk készülve, nem csak mi, más is. De volt erre már például, a Szeúzó kincsek itt voltak nálunk. Így van. Miskolc Egyetem, Anyatudományi Intézetében, ahol én dolgozom, ott voltak a Szeúzó kincsek, meg lehetett fogni, meg lehetett nézni, megvizsgáltuk, amit lehetett, kiderítettünk. Nem lehetett vele alá támasztani egyértelműen, ezt így mondom halkan, hogy ez itt volt nálunk. Biztos itt volt, de ez nem. Egy jó tudományos, természettudományos vizsgálat már csak azért is fontos lenne, mert én azért szeretném tudni a pontos méretadatait, amit ugye annak idején mi technikai eszközökkel mértek le, ma már számítógépes módszerekkel, ma át lehet röntgeneztetni, professzor úr elmondott, CT-zni a koronát, de ez politikai döntés. Kérdésem az, hogy a korona legitimálta a királyságot. Király volt, királyság volt legitimálta. Ez rendben van, ezt értem. Mit legitimál ma? Nincs királyság. Miért mondják azt sokan, hogy ez ma is egy olyan tárgy, ami, és akik nem folytatom, mert nem tudom folytatni. Mit legyen? Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert ugye a Szent Korona eszmeiségével függ össze. És a Szent Korona eszmeisége, vagy később 20. században a Szent Korona tan, ez egy fokozatosan változó, alakuló, átalakuló eszmerendszer, fogalomrendszer. Ebbe egy ügyes politikus azt tesz be, amit akar. Mint ahogy 1608-ban Révai Péterék betették azt is, hogy ezt már a magyar függetlenséget is, a magyar államiságot is, a magyar rendiséget is jelképezi. És mindenki úgy értelmezi, mivel ez egy nem kodifikált eszmerendszer, mindenki a saját programját be tudja tenni. És ez például azt is jelenti, hogy más értett rajta az SZDSZ, más értett rajta a MIÉK, más értett rajta a Fidesz, és más értett rajta az MSZP. Ugye az elmúlt 20 év, nem vagyok a modernkor szakértő, de 20 év termésében mindenféle koncepció belefér. Aminek én örülök, mert tartottunk egyszer néhány éve politikusokkal egy tanácskozást, pont azért, hogy megnézzük, hogy ők mit tesznek bele az a Szent Korona eszmű csomagukba, amiben mindenki egyetért, hogy több mint a magyar királyság jelképe. Ez már önmagában is van. Már nem állósítva. Mert ugye ilyen elképzelések is voltak, még politikai pártok részéről is, ami azért tényleg nagyon-nagyon degradáló. Több mint egy múzeumi tárgy olyan eszmélységé, jelentőséggel bír, ami különlegessé teszi Európában. Az egyik leghosszabb ideig használt felségjelvény királyi korona Európában, az egyik legkülönlegesebb és legsokrétűbb eszmeiséggel bíró felségjelvény Európában, a magyar államiság jelképe, méghozzá a Szent Istváni magyar államiság jelképe, amely sokkal többet jelent, mint a köztársaság, ezért lett ott a magyar alaptörvényben. Tehát egy köztársasági államforma idején is ott lehet, mert már a királyság idején is többet jelentett, mint egyszerűen az uralkodói legitimáció, mert jelentette a rendeket is, mert a rendek betették a saját csomagjukban is.
Tehát a miniszterelnök úr biztos nem tudta, hogy Rigói Péteréknek köszönheti, hogy átvihet parlamentbe, de az a tradíció, amit elkezdtek a 17. század elején, az ilyen évszázadokon keresztül, és ő jogászként tanulta. Tanították neki, és utána viszi át, és használja, és viteti akár Esztergomba, és használja a politikai gyakorlat. Ugye sokan kritizálják akár a magyar politikai tett, hogy használjuk a Koránt. Mindenki használta. A korábbiak is. Tehát önmagában az nem baj, hogy a politikait használja a Koránt, hogy beteszi akár az alkotmányba, mert az elődeink is ezt csinálták. Egy a fontos, hogy néha történelmi kutatásokat, vagy a tudományskutatást is egy kicsit figyelembe kellene venni, vagy annak eredményében a politikusnak érdemes kicsit jobban akceptálni, és a valósághoz néha közelebb helyezni, de egy politikus hangsúlyoznám bármit megtehet, mert ő formálja az eszmeiséget. Nem kell feltétlenül igaznak lenni a valóságnak és a szimbolikus reprezentációnak. Mondok egy konkrét példát. Koronázási kard, ugye? A Szent István kardjaként szerepel a leltárakban. Pedig ugye a korona, mint professzor úr is mondta, nem lehetett, vagy többen mondták, nem, a mai állapotában nem lehetett Szent István fején. Nagyon valószínű, hogy az elveszett Szent Istváni korona pótlására valamikor a 11-12. Században létrehozott a Szent Királyokhoz kötődő új felségjelvényről, amelyet 1256-tól már Szent Koronaként írnak le a forrásainkban van szó. A kard ugyanez, és még jelképesebb. Szent István kardja, még Szálasiék is úgy hívják. Pedig a 19. században a kutatás már bizonyította, hogy ez egy 15. század végig tárgy. De amikor beteszik az együttesbe, valószínűleg a 16. században, akkor mindenki úgy tudja, hogy az mindenki úgy tudja, hogy az összes kárt Szent Istvánhoz kötődött. Ők még nem tudták a ténylegestől. És ezért kiválasztottak egy olyan kardot, egy régi kardot, egy használatos kardot, ami akár Szent Istváné is lehet. Mert amivel jól lehet egyébként négy évtáj felé kardvárát végrehajtani, akár egy fiatal uralkodónak is, és rögtön rámondják, hogy Szent István kardja. Pedig valószínűleg tudták, hogy nem az. De a... Igen? Szénizotópos idő meghatározást ad a korodára? Hát tudom, hogy ilyen precíz módon, ennyire fontosan... Nem tudom, hogy a C14 ugye, hogy az mennyire pontosan tudja... Meg melyik része? Ugye több részből lett összeállítva. Mert esetleg olyan lenne neki, ami... A gyártás technológiából lehet mondani körülbelül évszám. Tehát a gyártás technológia. Nagy valószínűséggel ezeket különböző időszakokban gyártok, tehát nem is egyszerre. Pontos. Tehát ezek darabokból vannak, ki lehetne deríteni. De ez nem magyar sajátosság, ugyanilyen a német-római korona és a német-római koronázás jelvénye. Különböző jelvények, különböző időpontokban kerülnek bele az együttesbe. Tehát akkor eljátszhatjuk, hogy mikor ugye a jogart tartják a legvégeredménynek. A palást az biztosan Szent István korabeli, hiszen rajta van a felirat 1031. A Szent Korona, nem tudom, 11-12. Század valamikor a mai ismereteink szerint, a másik, hogy a mai állapotában, de a mai állapotát is ugye zárójelben teszem, hiszen hányszor sérült, és még egy csomó sérülésről nem tudunk, mert a kulisszatitkokat nem hozták nyilvánosságra, mint hogy maguk sem tudják, hogy mi történt a parlamentbe való átvitelkor, ugye senki, de nem is hova már is nem. És még sok egyéb esemény nem tudunk, mert hogy, hát de érthető, a bakikat nem hozzuk nyilvánosságra. És akkor az országalma Anzsukori, a kard 15. századi, és akkor még játszunk. Itt van a cipő. Megvannak a cipők? Így tudták maguk? Én is így tudtam másfél évvel ezelőttig. A cipők közül kettő megvan. Aki a filmünket látta, az egyiket már bemutatjuk. Nem Kínában maradt, de nem is a Szovjetunióban, és nem is Amerikában, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum raktárán. Ugyanis, ezt még elmondhatom?
A koronaláda, amit láthattak a képen is, a koronaládában őrizték Borsovai elásáskor a tárgyakat. A textiltárgyak jelentősen sérülnek, utána azonban nem veszik ki őket a ládából, hanem 1920-as évekig bent tartják. Az 1920-as évek végén kiszedik a rongyosabb textiltárgyakat, többek között két koronázási cipőt is, és berakták a Magyar Nemzeti Múzeum raktárába. A Nemzeti Múzeum raktárának katalógusa 1946-ban még közölte, tehát 46-ban még tudták, hogy a cipellők. Ugye ezek nem kerültek el Amerikába, mindenki elfeledte. Kutatjuk a témát, és akkor találja meg egyik kolléganőm, ugye a Nemzeti Múzeumban is több kutatócsoportnak több tagja dolgozik, a raktárban a két koronázási cipőt, aminek ott kéne lenni a parlamentben, a vitrínben, ha nem lenne a vitrín kicsi egyébként. Mert hogy az egy... Az egy leselejtezett vitrín, ami nem a koronának készült eredetileg, mi már többször javasoltuk, azért van átszúrva alatt a kart. Ez a politikának egy negatívuma, hogy nem megfelelő vitrín csináltatta, nem fér, ezért nem fér bele a kar, csak átszúrva. De elmondtam, mert ki lehet találni őt. Oké. Okay. Jó. És... Most többször tettünk rá javaslatot, ez még nem talált meghallgatásra, de van azért pozitívum is, mert volt olyan koronázási tárgy, amit sikerült megvásárolni a magyar politika támogatásával. Tehát néha az ember eléri a nagy céljait, a... 1792-ben a budai koronázáson, most nincs összem a PPT-ben, 1792-ben a koronázásokon, csak próbálok olyat keresni, mert a koronázásokon ugye vittek, a ládában voltak tárgyak, bocsánat, ugye vannak olyan tárgyak, amik a ládában, amelyek közül, ha ma meg akarják nézni a koronázási jelvényeket, akkor hova kell elmenni? A múzeumban, mert hogy a palács ott van, és át kell menni a parlamentbe. Ugye a cipőt nem láthatjuk, mert a cipő a raktárban van. Ma is. A filmünkben én berakadtam, de csak az egyiket, mert az egyik viszonylag jó állapotban, a másikat restaurálni kellene. Ugye ezek a... De például a ládában ez benne volt, ez a pecsét plomba. Mert hogy ezeket, amikor lepecsétlik a ilyen módon a koronázások után, akkor az új koronázáskor ezeket leszették és berakták a ládába. Ezt a pecsét plombát 1920-as évek végén, jaj de jó, hogy előjött, a cipőkkel együtt szedik ki. Utána ez a pecsét plomba bekerült a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, de mivel ez egy dokumentummal együtt van, átadták az országos levéltárba. Az országos levéltárban vándorolt 5 helyen, én ott találtam meg egy 6. helyen. Tehát ez egy olyan dokumentum, ami benne volt eredetileg a ládában. Elvileg ezt is oda rakhatnám a vitrínben. És még több. Meg még voltak benne originál dokumentumok is a ládában. Tehát a ládában őrizték a koronázási jelvényeket, ugye amik részben van a parlamentben és a múzeumban vannak, és őriztek kiegészítő tárgyakat és dokumentumokat, amelyeket azonban a 20-as évek végén, 1920-as évek végén kiszedtek, de oda tartoznak. És akkor ugye a koronázásokon használtak egyházi tárgyakat, ezeket volt találjuk. Esztergomban a Prímási Kincstárban, nem a Keresztény Múzeumban, a Prímási Kincstárban. Tehát vannak keresztek, eskükeresztek, amelyekre az uralkodó mindig esküdtett. Ezek mind Esztergomban vannak. Ezeket minden egyes koronázásra kikölcsönözték már a 16. századtól az esztergomi kincstárba. Ezek ma mind Esztergomban vannak, és a szertartások után visszakerültek Esztergomban. Az utolsó koronázáson is így van. Tehát az egyházi tárgyakért, az el kellene menni Esztergomba a kincstárba. Ott sincs minden kiállítva. Tehát ott is érdemes a raktárba bemenni. Ugye nem tudunk. És akkor ugye vannak még alkalmi tárgyak, ugye ezek közül láttunk zászló, vannak a koronázási érmek, ami reprezentációs ajándék, vannak még
úgynevezett pálcá, például az udvarmester vagy étegfogómester pálcája, aki vezényli a ceremóniát, a koronázási ceremóniát. Egy ilyen fölbukkant, amikor a kutatócsoport megkezdte a működését, egy bécsi aukció. Páfi Károly János vitte 1792-ben az első budai koronázáson, és mondtam, hogy ezt meg kell venni. Ez legalább annyit ér, mint egyébként a szerzőként. És eszmei értékben még többet, bár ugye az a nemzet ezüstje, ez viszont egy nemzeti erekje. Megvettük a szerzőkincsnek a sok-sok-sok-sok töredékéből. A Kreml is licitálta. De nem a Kreml vette meg, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum. Magyar Nemzeti Múzeumnak sikerült megvenni, és őszintén elmondhatom, mert ez nem titok, a miniszterelnök támogatásával vettük meg, mert egyszer már elbuktam korábban egy másik akciót, ami nem sikerült, mert egy másik politikus megakadályozta, ekkor mondtam, hogy ezt nem hagyom, ennek a nemzeti kincsnek itt a helye, és a miniszterelnök úr engedélyezte a Nemzeti Múzeumnak, hogy licitáljon a tárgyra, ugye van erre külön keret, licitál, néhány tucat millió forintból megvettünk egy koronázási jelvényt, a filmünkön már rajta van, abba direkt betettem, tehát vannak alkalmi tárgyak, zászló, pálcán jelvénye, iratok, lepecsételő plombák, magyarul, most akkor jön egy őszinte vélemény, ezért nincs jó helyen a parlamentben. Mert egy olyan helyet kellene előbb-utóbb találni, ahol minden ilyen tárgyat ki tudok tenni, ahol egy magyar Westminster-t létre lehetne hozni, ahol az összes koronázat, az egyházi tárgyakat is ki lehetne kölcsönözni. Ha a köztársasági elnök úr kéri az érsek atyát, akkor nyilván nem fog nemet mondani, és akkor tízszer annyira láthatnák, mint ma a parlamentben, de ma ebben a tekintetben, ezt elmondhatom, nincs egység a politikai vezetés, nem hogy hol legyen. De lehet, hogy ha a budai vár felújításra kerül, akkor ennek lehet egy alternatívája. Sokkal többen nézhetnék meg. És még viszont ahhoz ragaszkodni kellene, persze természetesen, hogy tudományos felügyelet alatt zajlom, de részben ez ma is megvan, ez nem is kérdés, nyugati európai országunkban is így. Tehát sokkal jobb helye lenne a budai várban, már csak azért is, mert mindig ott őrizték, de aztán rámondom, hogy a miniszterelnök úr nagyon ragaszkodik a parlamenthez. Őt nehéz meggyőzni ennek az ellenkezőjéről, de nem minden, még a Fideszen belül sincs ebben egység, de hát ez nem baj, mert hogy ez a erről döntés kell, de én azt tartom nagyon szerencsétlennek, hogy a tárgyak ma szét vannak szakítva. Tehát, hogy el kell mennem múzeumba, ugye és a ládák is a múzeumban vannak, és megvannak a ládák. Be kéne mennem a múzeum raktárába, el kell mennem Esztergomba, a zászló fraknomban, jó, azt nyilván nem adnák oda, de legalább másolatban ki lehetne állítani. Tehát amit nem tudnánk eredetiben megszerezni, azt másolatban is oda lehetne tenni. Ma már szuper másolatokat lehet tenni. De a tárgyakat sokkal inkább össze lehetne hozni. Egy dologgal nagyon vigyázni kell. A palást nagyon rossz állapotban. A palást egyszer szállítható. Szerencsére letettek arról, hogy palást körutazás Magyarországon, mert az a tárgy Orsován nagyon súlyosan károsodott. Ha a Glanti Tibor könyve leírja, ha nem az amerikaiak kezébe kerül, és nem Gordon Klein nevezetű ember a megmentője, tudják ki ő? Ő egy híres restaurátor, az amerikai szabadalmi hivatal egyik szakértője volt, aki a függetlenségi nyilatkozatot restaurálta. Tehát egy kicsit értett a restauráláshoz. Ő azonnal új tapot készített rá. Kovács Éváink, akik a 78 utáni vizsgálat markány személyiségé voltak, művészettörténészek, ötösek, Lovak Zsuzsánból azt mondják, hogy ha nem Gordon Kleinék menték meg a palást, ma nincs palás. Mert hogy elpusztult volna a textilanyag súlyos károsodás miatt. Ma sincs túl jó állapotban, egyszer még biztosan szállítható, csak nem mindegy, hogy hova cipeljük. Tehát vigyék el, egy restaurálás nem ártana. Egyébként a tárgyak magukban ilyen szempontból is fontos lenne egy vizsgálat, mennyire szorulnak restaurálásra, egyébként talán annyira nem. Amikor hazatértek, szeretnék jól hívni a híres restaurátor, tett restaurálási javaslatokat, de nem markánsan. A gagyi javításaival is a mi koronánk, mert nagyon gagyik a javításai. Tehát ha megnézik a belső fotókat, hát az a primitív módon javították. De miért? Mert két-három nap után, akkor, ha valami történt vele egy koronázáson, nem volt hozzáértő szakember, mondjuk képzeljünk el egy 17. századi koronázást, hogyan találok ott Pozsonyban egy olyan restaurátort,
aki él, bizánci ötvös tárgyak restot. Hívtak egy pozsonyi ötvöst, és amilyen módon tudta, ahhoz sikerült. Ezért, megforrasztotta pontosan a saját primitív módja. De ez is hozzátartozik a koronázáshoz, koronatörténethez. Én nem támogatnám azt se, hogy bármiféle visszaállítást. Nagyon ellene vagyok. Hát melyik visszaállítás? Melyik állapotot? A korona sérüléseit jól mutatják a magyar államiságunknak, a magyar történelmnek, a kalandjai, sorsforduló sérülését. Ez a tárgy akkor is szent nekünk fontos, kiemelkedő, jelentős, olyan eszménységet, hanem még 1000 év múlva is meg lesz. Mert szerencsére azért egy ötvös tárgy, ami nagyon-nagyon komoly restaurálásra nem szorul. Ami restaurálást csináltak, például a Ferenc József koronázása idején a kardnak a tokját, a vársonytok részét restaurálták. Volt ugye a koronán belül egy sipka, amit igazítottak az uralkodó fejéhez, a belső tok, azt is restaurálták. Kisebb, főleg a textiltárgyak szorultak restaurálásra, fémrestaurálás csak nagyon kis mértékben történt. Ilyen dolgokat szoktak restaurálni, ahogy mondjuk el az új kutatásokból, 1518-ban leszakadtak a csőből, és akkor vissza. 1916-ban az utolsó koronázáson kiesnek belőle rá, visszaadták, vagy ahogy éppen sikerült. Tehát meg kell nézni a fotókat és Tóth Endre könyvét, a kövek egy jelentős része utólagos pótlás, mert potyogtak ki. A legkorábbi általunk olyan felfedezett leltárban van 3 kiesett kő, ami oda volt már becsomagolva mellé. Tehát rendszeresen estek ki drága kövek a koronából, hogy aztán mit sikerült helyére betenni, az mindig a lutri kérdése, hogy éppen mit tudtak az adott helyen beszerezni. Ami nagyobb restaurálás volt, még a hátoldalon a 8-szögletű kő, a kék zafírkő, mások más típusú kőnek mondják, mondjuk ilyen szempontból fontos lenne egy ásványtani vizsgálat, hogy mindegyik körön mondják meg már végre normális, hogy az milyen drága kő, ilyen szempontból is fontos lenne egy vizsgálat elvégzése. Azt 1608-ban cserélik, de arra van forrásunk, és azt egyszer leszették, és arról van fotónk is, tehát ott a forrás és a fotó dokumentál. Már csak egy kérdésem van. Parancsolj. Mikor kapta a korona a szakrális jelzőjét és a szakrális tartalmát? A szent jelzőjét? A szent jelző 1256 a legkorábbi előfordulás, de ugye ez nem azt jelenti, hogy ne hívták volna néhány évtizeddel már korábban, mert ugye a középkori dokumentumoknak töredéke maradt fönn. Szerintem elképzelhető, hogy már a 11-12. Század fordulóján is szemben kevezhetnék. Nem fog kiderülni. Azért nem fog kiderülni, mert a középkori okleveleinket 99,9%-ban ismerjük, tehát pláne az Árpád-koriakat. Az 1250 a legkorábbi előfordulás, ezt tudja ki. Hogy miért emlegetik személyként koronát? Az már egy modern szent koronatan, amikor az egész államot is megtestesíti, azt a 19.-20. századi jogászok egyik ága dolgozza ki, és a magyar bírói joggyakorlat felügyelőjének is nevezik. Volt ugye, aki arra törekedett, hogy ezt helyre visszaállítsák, én ezt ma már feleslegesnek tartom. Elég eszménységgel és elég kiemelkedő jelentőséggel bír a Szent Korona. Talán amit azért még hadd mondjuk el önöknek, Szkeops piramishoz nem kell kötni. Mert van ilyen könyv, hogy a Szent Korona és a Szkeops piramis összefüggései a Lipótvárosi Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásában, magyar politikus támogatásában. Ez a példa önmagában jól mutatja, hogy borzalmat mit csináltunk a Szent Koronából. Tehát minden hülyeséget nem kell hozzáadni. Van elég olyan eszménység, amire büszkék lehetünk, és ami hozzá köthető. Nincs köze az avarokhoz. Nincs köze Attilához. Van elég dolog, ettől függetlenül zárásként. 2010-ben apósomék feljöttek Budapestre, nagydoktori bédésem volt az akadémián, és elvittem őket a parlamentbe, mert apósomék soha nem látta a koronát. Az idegenvezető, hogy elkezdte mondani, hogy ez ugye Szent István koronája, ez neki nem volt elég, hivatalos parlamenti idegenvezető, nem fogok túlozni. Árpád koronája.
Ezen még Attila Zománc levelde is rajta. Hivatalos idegenvezet. Ekkor még nem szóltam. Amikor azt kezdte tanulni, hogy a kereszt ferdesége a föltengével párhuzamos, még ekkor sem szóltam, de amikor azt mondta, hogy a magyarok abban a szögben kapják a Jóistentől az áldást, akkor nem tudtam megállni, hogy leszóljak, hogy azért minden butaságot nem kellett. Van elég. Ez a magyar történelem legfontosabb tárgya, legfontosabb berekni, de ne keressünk benne misztikus dolgunk, aki sok kötődik hozzá, de olyan butaság halmazt kezdtünk hozzákötni. A rendszerváltás után a magyar társadalom kiszabadult, az úttörők és a KISZ meg a stb. Fogságával is identitást kezdett keresni. Egyszer majd egyik kollégámmal, modernkorossal meg fogom iratni, hogy ezen identitás keresések hogyan függnek össze a Szent Koronával, és ki mindent akart hozzá. Nem kell hozzá kötni. Ez a tárgy attól ugyanolyan értékes, szentár, fontos tárgy, legfőbb nemzetére, ott lehet az alkotmányban. De a butaságok halmazát nem kell hozzá kötni. Talán ezzel zárom az előadást, és nagyon köszönöm. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.